Napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, a képviselőtestület ülésén megjelenteket, képviselőtársaimat, a hivatali apparátus vezetőit, munkatársait, intézményvezetőket, meghívott vendégeinket, mindenkit, aki személyes jelenlétével megtiszteli a mai képviselőtestületi ülésünket. Külön is köszöntöm városunk lakóit, akik figyelemmel kísérik a mai ülés munkáját. A jelenléti alapján megállapítom, hogy a képviselőtestületi ülésünk határozatképes, mind a 9-en jelen vagyunk, azt megnyitom. Mielőtt a napirendi pontok tárgyalására térnénk rá, és elfogadnánk a napirendi pontok listáját, egy nagyon kedves kötelességemnek és egy fontos figyelmességnek szeretnék néhány perc türelmet és figyelmet igényelni. Mi jellemzően a képviselőtestületi ülés nyitányaként kihasználjuk a nyilvánosság erejét és ennek a testületnek a döntéshozatali fórumát, asztalát, hogy olyan személyekre irányítsuk a figyelmet, akiknél jeles nap, jubilomi évforduló keletkezett, és erre az ülésre is van ilyen felvetésünk, kezdeményezésünk. Két kiváló helyi közismert közszolgálatban dolgozó honfitársunk egy nagyon szép évfordulóhoz, jubileumhoz érkezett. Kérletem magam mellé Kovács Józsefné, ismertem nevén, majdnem azt mondta, hogy Szai Marit, de Szajovics Marikát így is ismert, illetve Izsvák Istvánnét, Erzsikét. Ők mind a ketten jubilálnak. Mind a ketten az életük pályájaként választott szakmában nagyot alkottak, sokat tettek, és van egy olyan pillanat, amikor a megszerzett iskolai diplomát úgy mérve és élve az éveket elérünk az aranydiplomához. Ezt egyébként, hál' Istennek, a diplomát adók is jegyzik, és visszahívják az intézménybe, abba az oktatási intézménybe azokat, akiknek 50 év után még mindig az aktív szerepvállása, munka, bár nem biztos, hogy már a szakma foglalkoztatóként érkezik fog egy másik hasonló, és ugye megvárjuk. De ugyanolyan értékkel bír, az 50 év az 50 év. 50 évvel ezelőtt vették át, vagy vehettétek át a diplomát, és azóta ezt a települést, polgárvárost szolgáltuk. Ehhez az évfordulóhoz, ez a jubileumi pillanathoz szeretnék én a képviselőtestület nevében, talán nem túlzás, a város lakói nevében is gratulálni, elismeréssel szólni, megköszönni az elmúlt évek, évtizedek áldozatos munkáját, kiki a saját területén, oktatásban, egészségügyben, szociális ellátásban, és ennek apropóján a képviselőtestület nevében gratulálunk, egy emléklappal szeretném ezt teljesebbé tenni, és egy figyelmesség, amihez kérem itt a kis segítőimet, hogy legyenek közreműködők. Kovács Józsefné 50 évvel ezelőtt diplomázott Szarvason, és az aranydiploma apropóján emléklapban részesítjük. Jó egészséget kívánok, és köszönjük a városlakók nevében is. És Izsvák Istvánné, Erzsike védőnő, ez egy nagyon nehéz pálya, nem mintha az oktatás könnyebb lenne. 50 évvel ezelőtt a megszerzett diplomával ezt a tevékenységet végzi, és munkáját ezúton is elismerve, megköszönve, jó egészséget kívánunk, gratulálunk el. Köszönöm szépen! Ilyenkor azt a lehetőséget megteremtjük, hogyha az ünnepeltek szólni kívánnak röviden, akkor erre teret, helyt, lehetőséget biztosítunk. Hova milyen igen? Igen. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Azt hiszem, kettőnk nevében is beszélhetek. Nagyon szép ünnepségen vettem részt 22-én szombaton Szarvason.
annak örültem a legjobban, hogy nem csak én, hanem több pályatársam is jelen volt. Megtöltöttük a szarvasi ótemplom padjait. Volt, aki aranydiplomát, volt, aki gyémántot, volt, aki vasdiplomát vett át, és örültem, hogy közöttük lehettem, és elértem. Köszönöm. Erzsike is, hol vettem át a dolgokat? Köszönöm szépen én is ezt a megtiszteltetést, de én nem tudtam fölmenni családi okok miatt. Budapesten lett volna, ott volt az ünnepség, úgyhogy postán kaptam meg. Köszönjük szépen. Egyszer, köszönöm szépen. Gratulálunk, és jó egészséget. A maradtok között itt ott megtisztelően, vagy a más kardaidok, mert elmentek, azt megértjük meg. Ja, igen, és azt szeretném még elmondani, hogy Icsu Ferencnél született Gerda Magdolna, tanítványom volt, tehát én voltam a mentora. További szép napot kívánok! Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy folytassuk a munkát. Kezdeményezem, hogy a napirendi pontok elfogadásáról döntsünk. A napirendi pont listát azt az írásanyagokkal együtt az SMS előírásai szerint készítettük el és küldtük ki. A meghívóban szereplő napirendi pont sor megtárgyalását javaslom. Ahhoz további napirendi pont megtárgyalásra vonatkozó indítvánnyal nem élek, ügyrendi megközelítésben pedig egyetlen egy javaslatom lenne, helyt adva az egyik vendégünk kérésének, aki a 6. napirendi pont kapcsán a Pétegisz stratégiai tervét képviseli, Kis Ilona. Ő folytatná majd a napi munkáját Görbeházán a képviselőtestület ülésén, és hogy mind a két testület számára rendelkezést tudjon állni, azt kérem, hogy akceptálja a képviselőtestület, hogy a polgármester jelentést követően az eredetileg 6. napirendi pont tárgyalását illesszük majd a munkatervbe. Más jellegű felvetésem, kezdeményezésem nincs, de mielőtt erről döntenénk, megkérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy kíván-e valaki napirendi pontot, tárgyalási sorrendet, vagy esetleg a különfélékben keretén belül aktuális témát, felvetést kezdeményezni. Nem látok ilyen igényt, akkor avval a feltételezéssel élve, hogy ez így elfogadható, tehát hogy az 1-es napirendi pont után a 6-os napirendi pont tárgyalásával folytassuk a munkát, evel a módosítással együtt, aki elfogadja a napirendi pontok listáját, kérem készfeléssel szavazom erről. Egyhangúnak látom, ellene tartózkodó szavazat nem volt. Megállapítom, hogy a képviselő testület teljes egyetértésben 9 támogató szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. Ennek értelmében rátérünk az első napirendi pontra. Ez polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről. Polgármester az előterjesztője, előkészítésében dr. Várni Antal Mária címzetes főjegyzés, Molnár Jánosné vezető főtanácsos volt segítségemre. A írásos anyagot én magam nagyon rövid kiegészítéssel szeretném teljesebbé tenni.
ez egyfelől az írásanyag lezárta után időszakban történt eseményekre utal, illetve egy-két olyan fontosságról, aktualitásról, ami úgy gondolom, hogy ide illik és szükséges, hogy elhangozzék. Szeptember 18-án a Magyar Önkormányzók napjának az ünnepségén vettem részt Budapesten, ez a 15. kerületben volt, ahol a TÖOSZ-t képviseltem, Schmidt Jenő elnök urat társelnökként az ő felkérése, felhatalmazása alapján képviseltem. Szeptember 22-én, ez szombaton volt, amikor is igen gazdag programok közepette és eléggé csapadékos esős időjárás mellett zajlott a mobilitás hét zárórendezvénye, azon vettem részt, illetve a polgári értékek napja rendezvényen. Ennek a napnak a zárásaként az elszármazottak találkozóját szerveztük meg, amely már kevésbé volt időjárásnak kitettségű, hiszen a Művelési Központ színháztermében és a polgármester hivatalban zajlott. Egy eseményre szeretném kérni majd Szabó Tiborné Esztert, hogy egy mondat erejéig szóljon. Szeptember 24-én reggeli órákban volt egy váratlan helyzet, amit rövidön belül és szerencsésen sikerült megoldani, vagy konszolidálni a helyzetet, de akár kritikus is lehetett volna, erről szól majd rövidebben. Arról is tájékoztást szeretnék adni, ha többet információra lesz majd szükség az általam elmondottakon túl, akkor ezt Vámosi Tamás műszaki iroda előadóval fogja megtenni, hogy a Kisernő út, Zólyom úti gázhálózat korszisztéssel kapcsolatos munkák, illetve annak a helyreállítása az utolsó fázisába ért. A legfrissebb információnk az, hogy ezt egy-két napon belül, szeptember 30-áig véglegesen teljesítik, helyreállítják azokat nem könnyen megért közlekedési szempontból, pláne nem könnyen viselt állapotokat, hogy bizonyos útszakaszok a Kisernő utcán nehezen voltak közlekedhetők. Megértettük azt, hogy ennek szükségszerűen ülepednie kellene a talajnak, ugyanakkor kértük, és időközben is kaptunk olyan segítséget, hogy nem végleges zárásként, de mégiscsak feltöltötték azokat az aszfalton keletkezett nyitásokat, amelyekkel könnyebben volt közlekedhető az utca, és úgy tudjuk, hogy ez tehát végleges aszfalt zárással szeptember 30-ig megtörténik. Tájékoztatom a város lakóit, illetve a képviselőtestületet is, hogy elkészült a Kolozsvári út, Mátyás út rész és a Rózsa út rész aszfaltozása. Ennek ilyen utómunkálatai zajlanak még, ami a csatorna és esetleg ilyen védőkorlátok építése. Erről, ha többlet információ vagy bármilyen kérdés vetődik fel, Hágen József tud tájékoztatást adni. És még egy utolsó téma, talán hallottak róla a képviselőtársaim is, de a város lakói is szükséges, hogy tudjanak róla, hogy a kormányzati program részeként a rezsicsökkentésnek az a választások előtti része, amelyben aki gázzal fűtött, az megkapta jóváírásként 12 000 forint mértékig a számlájában. Az igazságosság érdekében és több szervezet is szóvá tette, így az Önkormányzati Szövetség is, hogy azokra is kell ezt érvényesíteni, szükséges, akiknek nem gázszámlájuk van, mert nem gázzal fűzenek, hanem szilárd tüzelésű fűtési rendszert használnak, vagy éppen palackost. Ezért ez a kormányzati program az önkormányzatok bevonásával a mi szervező munkánk közepette zajlik, és erről, hogy mit lehet tudni, illetve mit kell tenni, akinek ilyen igénye van, és meddig teheti ezt, erről szeretném, hogyha Andorkó Mihály irodavezető röviden szólna. Azt szeretném kérni tehát az általam megszólítottakat, hogy nagyon-nagyon röviden tegyék teljessé a polgármesteri jelentésnek az általam felvázolt témáit. Tisztelt képviselőtestület, szeptember 24-én 8 óra tájba éberségünknek köszönhetően észleltünk az Árpád utcán egy lakatlan lakásnál
gázcsőtörést. Azonnal a 112-n hívtam segítséget, kapcsoltak a katasztrófa védelem munkatársaihoz, azonnal Tiszaújvárosból jöttek is a tűzoltók, rendőrségnek is azonnal szóltam, a helyi rendőrségnek, mert le kellett zárni azonnal az egész utcát, a lakosoknak szólni, hogy hagyják el a lakást, mivel ugye gázcsőtörés van. A tűzoltók kijöttek, azonnal megtették a szükséges intézkedést, közben, ahogy mi lezártuk az utat, ahogy kérte a katasztrófa védelemnek a munkatársa, hogy mit csináljunk, megcsináltuk, és a szerencsének köszönhetően, a gyors intézkedés és az éberségünknek köszönhetően nem történt sem robbanás, sem személyi sérülés. A lakosok nagyon hálásak voltak, mert azért azt érzékelhetjük még így elmondás alapján is, hogy ahol egy gázcsőtörés van, ott óriási a veszély, a robbanás veszély. A tűzoltóságnak a munkatársai műszerekkel végigmérték ott a környező utcákat, de sehol nem volt robbanás veszély. Próbálunk továbbra is úgy végezni a munkánkat a lakosság érdekében, hogy ne forduljon elő olyan veszély, aminek esetleg így akaratlanul is ki legyenek téve. Én ezúton is csak ennyit szerettem volna gyorsan dióhelyben elmondani erről a helyzetről. Köszönöm szépen. Én maga annyit teszek hozzá, hogy egyfelől kaptam a gyors tájékoztatást Esztertől is és a Nánási rendőrkapitányság vezetőjétől is, és megköszönte azt az éberséget, amit hát a kevésbé felelős honfitársunk, R.A. nevű honfitársunk okozott, hogy figyelmetlenségből vagy más jellegű ostobaságból vagy haszonszervezésből, ott mindegy is, de hál' Istennek nem lett ebből komolyabb probléma, no pláne nem lett tragédia. Kérdezem Tamást, hogy kell-e valami többletinformációt még tudnunk, vagy amit elmondtam, az teljes. Kolozsvári utca és Mátyás utca és Rózsa utca vonatkozásában. Hát talán nagyon röviden. Nagyon röviden. Az utcától. Tisztelt képviselő testület, a szerződésben foglaltak szerint elkészült a Kolozsvári utcának a teljes felújítása, beleértve a Petőfi utcától egy Mátyás úti szakasznak is a felújítása. Ehhez kapcsolódóan nyilván látták, hogy elkészültek azok a mellékes munkálatok, csapadékcsatorna, kotorások, átrászak kitisztítása, padkerendezés, ahol szükséges volt árokborkolás és korlát építése, amelyek kapcsolódtak a felújításhoz. Nyilván ezzel összefüggően megtörténtek azok a növények gajazásai, amelyek az ülszelvényt érintették, zavarták esetleg a táblázásokat, és átvizsgáltuk a forgalmi rend kapcsán a táblázásokat, amelyeket szintén újítunk fel és cserélünk, ahol szükséges. Ez mellett ezzel egy időben a korábbi ígéret szerint a Rózsa utca zug építése, útalap építése és út lezárása is megtörtént, teljes útalap cserével, teljes felületlezárással, vízrendezéssel és táblázással. Köszönöm szépen, és röviden a kormányzati rezsicsökkentésnek a folyamatára. Tisztelt képviselő testület, ahogy polgármester úr is említette, újabb szakaszához érkezett a téli rezsicsökkentés. Egy augusztus 27-én született kormányhatározat értelmében településünkön is azon háztartások, akik nem földgázfogyasztók, benyújthatják igényüket saját nyilatkozatuk alapján, hogy igénybe kívánják venni a 12 000 forintos szilárd tüzelőanyagra, illetve gáztartályra, fűtőolajra, pellet briketre a rezsicsökkentést. A igények bejelentését elkezdtük gyűjteni augusztus utolsó hetében, szeptember 30-áig, illetve október 15-ig gyűjtjük, és október 17-ig kell feltöltenünk a belügyminisztérium azon rendszerében, amely ezt kezeli. Ott létrejön egy egységes adatbázis, és azután történik meg a döntés, hogy milyen formában részesülnek ebben a lakosok. Köszönöm szépen a kiegészítéseket, a polgármester jelentés vitáját a bizottsági elnökök tájékoztatóival folytatjuk, mert jegyzőasszony jelezte, hogy a jogszabály ismertetőhöz a leírtakhoz nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Ülésezett mind a két bizottságunk, illetve az idősügyi tanács is ülésezett. A bizottsági álláspontokat az elnökök ismertetik, úgyhogy Struba József, a Humánfajta Védelmi Bizottság elnöke az idősügyi tanács üléséről is, ahol szükséges majd a tájékoztatást, az idősügyi tanács képviselője más elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni. Elsőként kérem tehát a pénz- és gazdasági bizottság elnökét, a bizottsági ülésről vagy a tájékoztatást. Bizottságunk
kedden ülésezett, saját és átruházott hatáskörben döntést nem hozott. A meghívóban szereplő napirendi pontoknál fogom ismertetni a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, Humánfatok és Ügyelni Bizottság elnöke. Tisztelt képviselőtestület, bizottságunk tegnap ülésezett. Nyilvános ülésen azokat a napirendeket tárgyalta, amelyek a képviselőtestület ülésen is szerepelnek. Így az ott hozott állásfoglalásukat akkor fogom elmondani. Zárt ülés keretében 5 napirendi pontunk volt. A bizottság 68 fő részére települési támogatást állapított meg. Egy fő kérelmét kellett elutasítani. A bizottság 10 fő részére bérlettámogatást állapított meg ez év végéig, december 31-ig. Egy fő részére házi segítségnyújtást, támogatást állapított meg, és 2 fő részére lakókörnyezet rendbetegségének támogatását állapította meg. Ezen túl még mindig volt és van szennyvízbekötési támogatási lehetőségünk, így most egy fő részére tudtunk szennyvízbekötési támogatást biztosítani. A idősügyi tanács ülésén elhangzottakat majd a napi rendek kapcsán fogom elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előterjesztés vitáját, a írásban megismert és az itt elhangzottak összefüggésben kérdések megfogalmazásról folytatjuk. Akinek kérdése van, kérem jelezze. Igen, Olá József képviselőtársunk kérdése. Köszönöm képviselőtestület. A 2 ülés közötti időben történt fontosabb események kapcsán a 18-án, július 18-án Tisza Gyula házán megrendezett megyei közfoglalkoztatási kiállításon, melynek a városunk közfoglalkoztatási programja is bemutatkozott. Az lenne a kérdés, hogy milyen termékek formája lett bemutatkozása, és mennyire szinten sikerült elnyerni a szimpátiát az ottani vendégeknek. Akkor a szeptember 11-én a főosztályelnökség ülésen kapcsolatosan a részben polgármester úr mondta, hogy a tüzelőanyaggal kapcsolatosan volt állásfoglalás, hogy más önkormányzatot érintő ügybe a főosz tárgyalt-e, ami esetlegesen ugye minket is érintene, nem csak a tüzelőanyag ügybe, hanem egy egyéb tekintetben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Igen, augusztus 18-ra emlékeztem. Mind a két kérdést jegyeztem. További kérdések vetődtek esetleg fel. Nem akkor a válaszadást tenném. Valóban ennek azt hiszem már talán negyedik, de lehet, hogy ötödik éve hagyományok ezt kialakulni, hogy a megyében egy településen a megye közfoglalkoztatási programjaiban résztvevő önkormányzatok bemutatkoznak, megmutatják, mit csinálnak, egymással is kapcsolatokat építenek, és persze ilyenkor a járás, a megye és a minisztériumi vezetők is meglátogatják a kiállításokat. Így volt ez évben is, és az külön öröm számunkra, hogy most nem kellett a megye másik vége menni, hanem Tisza Gyula házal ki. Talán annak okán is, hogy a legjobb önkormányzati gyakorlatoknál emlékeztetem magunkat, beelőzött bennünket talán méltán egy ilyen kis település, elnyerte a közfoglalkoztatás legjobb gyakorlatát folytató település címet, és talán ennek apropóján is került a döntés úgy, hogy Tisza Gyulázán legyen meg ez a kiállítás. Valóban 43 település mutatta be magát, és nem csak Hajdú-Bihar megyéből, hanem Borsod és Szabolcs megyéből is volt néhány település, aki eljött. Mi magunk is természetesen ott voltunk, és a közfoglalkoztatási programunk minden értékteremtő részét megvillantottuk, megmutattuk. Így kifejezetten ugyan a mezőgazdasági programra koncentrálva mutattuk be a termékeket a pavilonban, vittük át azokat az állatokat, fácánt és gyöngytyúkot és tyúkot is, és megmutattuk a virágládákat, az utcabútorokat, amiket a programon keresztül gyártottunk, de
tagadhatatlan ilyenkor egy kis gasztronómiai bemutató is zajlik, amiket a programon keresztül termeltünk, azokból tudtunk ott krumpliból és hagymából, talán lepcsánkát, jól mondom, ilyet is csináltunk, és valamit még kukoricát, főtt kukoricát csináltunk, ugye nagy érdeklődés volt, és itt is, ha már a kérdés felvetődött, és helyes, hogy felvetődött, szeretném megköszönni a közmunkaprogramnak azon tagjainak, irányítóinak a munkát, akik ezt hétvégén is bevállalták, és nem kellett szégyenkeznünk ezen a kiállításon. Mi az, hogy elismeréssel illette Hoffmann államtitkár úr a mi munkánkat, és a mentorunkon keresztül, aki többször is meghivatkoztam már az utóbbi beszámolókor, hogy 3 havonta jön és a programot ellenőrzi, annak a megvalósulását. Az elismerő szavakon túl elne kiabáljam ennek az évnek még egy többlet támogatását is. Hát nagy valószínűséggel jelezte felénk, ami azért ennek a munkának az elismeréseként értelmezhető. És ha erről konkrétabb lesz, akkor fogok majd szólni. Úgyhogy erről a kiállításról egyébként azt hiszem a polgártársban is volt információ, de a városnak a vagy a Facebook oldalán, vagy a honlapján hiteles fotók is adnak arról bizonyságot, hogy a közmunkaprogram, és még ki ne felejtsen, mellette a Szociális Szövetkezet is megmutatta magát egy egyeztetés kapcsán. Ez egy sikeres rendezvénynek ítélem. A másik kérdésre, hogyha a kérdező képviselőtársam ezt elfogadná, a beszámoló kapcsán szeretnék kitérni, a fél éves beszámoló kapcsán, amikor azokról kell majd tájékoztást adnunk, hogy hogy állunk a projektek, a pályázatok pénzi finanszírozásával, ott térnék ki, ahhoz kapcsolódik, hisz a TEOSZ elnökségülésen több más fontos téma is volt, de mindenkit az izgat most, hogy hogy is lesz a elnyert pályázatnak a megvalósítása, hogy is történik majd a hiányzó forrásoknak a biztosítása, hogy is van az, hogy egyébként az önkormányzatokhoz lejutalt pénzt most a kincstár visszakéri. Tehát ezek azért olyan fontos dolgok, amelyekre az önkormányzati rendszer általában is kíváncsi, és a mi költségvetésünkre is lehetnek hatásai, amelyeket pedig majd a fél éves beszámoló közepette szeretném úgy részletesebben kibontani, hogyha a képviselő úr ezt elfogadná. Köszönöm szépen. Más kérdés nem hangzott el, így rátérünk a vélemények, észrevételekre, de mielőtt ezt tennénk, meg kell kérdeznem képviselőtársam, hogy elfogadja a választ. Köszönöm. Van-e valakinek véleménye? Nem látok ilyet, akkor abban a feltételezéssel élek, hogy a napirendi pont lezárható és szavazásra bocsátható. Úgy érzékelem, hogy igen. Aki egyetért, elfogadja a polgármester jelentést, kérem készmenéssel jelezze. Egyhangúnak látom, ellene tartózkodó szavazat nem volt. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 támogató szavazattal elfogadta a polgármester jelentést. Az általunk jóvá hagyott menetrend alapján most a 6-os számmal azonosítható napirendi pont tárgyalására térünk rá. Tisztelettel köszöntöm körünkben a Pétegis Nonprofit ZRT vezérigazgatóját, Kis Ilonát, kérem, hogy foglaljon helyet a tárgyalóasztalnál, hisz a stratégiai tervről a 2018-23-as időszakra vonatkozó Pétegis stratégiai tervről van előttünk egy anyag. A polgármester terjeszti elő, de előkészítésében a hivatal részéről Csépányné Bartók Margit vett részt, megtárgyalt és véleményezte mind a két szakmai bizottságunk, és tárgyalt erről a polgári idősi tanács is. Én magam bevezetésképpen röviden csak annyit, hogy valóban gyorsan eltelt ez a immáron 6-7. Év, ami a járóbeteg szakellátó létrehozása óta zajlott, és egyre inkább az a benyomásom, hogy ez a létesítmény, annak tevékenysége, azok a szolgáltatások, gyógyító és egészségőrző, megelőző tevékenységek természetes részévé váltak az életünknek. Bizottságról is elmondtam, hogy nagyon nehezen tudnám elképzelni. El sem tudnám képzelni, hogy ez a szakellátó nincs ott és nem végzi a tevékenységét. Így talán helyes döntés volt azt annak idején, talán 7-8 évvel ezelőtt meghozni, hogy ennek a városnak és a térségnek szükség van egy ilyen komplex egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményre. De a részletekről nyilván szakavatottabb a vezérigazgató. Én arra kérem, hogy röviden a stratégiai tervnek azon fő irányait, amit ez az anyag tartalmaz, villantsa fel ráhangolásképpen, és egy picit rá
vezette is a vitát a napirendi pont tárgyára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt képviselőtestület. Igen, valóban jó néhány év tapasztalatán elmögöttünk, ami tulajdonképpen megtestesült ebben a stratégiában. Köszönöm. A munkánk eredményét összegzik azok az elemzések, amely az anyagnak az első részében van. De mindenek előtt, mielőtt a részletekre kitérnék, egy nagyon fontos momentumot szeretnék kihangsúlyozni a szakrendelő működését tekintve, a kollégáim hozzáállását tekintve. Mindannyiunk szemlélete igyekszik a betegközpontúság felé terelni azt a szolgáltatást, amit nyújtunk a betegeink számára. Ez tulajdonképpen az anyagnak a borítóján is megfogalmazódik, mint küldetésünk: gyógyítani a legkorszerűbben, ápolni a legemberségesebben, betegségeket megelőzni a legeredményesebben. És minden más cél csak ezután jöhet, azt gondolom. Vannak területek, amelyeket kiemelt a stratégia. Ennek a fő vonulata és hát legfőbb eleme a beteg ellátáshoz kapcsolódik. Annak minőségi javítását céloztuk meg. A betegek elégedettségét szeretnénk fokozottabban kivívni. Ezt hogyan tudjuk elérni? Megfelelő humán erőforrással, várakozási idők csökkentésével, és hát megfelelő szakembergárda az, ami biztosítja ezt. Mindehhez pénz kell. Ennek a forrását kapacitás bővítési pályázattal kívánjuk biztosítani, reméljük, hogy ebben sikeresek tudunk lenni. Bővült a tevékenységünk az utóbbi években az egészségfejlesztési iroda tevékenységével, ezt egy újabb ággal, a lelki egészség funkcióval kívánjuk szintén uniós pályázatból biztosítani, amihez szükségünk lenne majd helységekre is, ami úgy tűnik, hogy a házunkban, az épületben biztosított, de jelenleg ott önkormányzati bérlemény van. Ebben majd kérem az önkormányzat támogatását. Fontosnak tartjuk azt, hogy ahhoz, hogy ez a szakrendelő itt helyben jól működjön, hogy rugalmasan reagáljunk az igényekre, elvárásokra, a továbbiakban is a tulajdonos az a 8 önkormányzat legyen, aki a kezdet-kezdetén csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Szeretnénk az adósságállományunkat nullára redukálni 2022-ig. Röviden ennyit kívántam elmondani. Bízom abban, hogy bár most hosszúnak tűnik 2023 év vége, de munkatársaimmal, illetve leendő kollégáimmal sikerül megvalósítanunk ezt a programot, és a lakosság szolgálatába tehetjük ezt. Köszönöm szépen. Annyit talán mondani kell, még elfelejtem erről szólni, hogy úgy döntött a tulajdonosi kör, hogy javasolja, ajánlja minden önkormányzatnak, mind a 8 önkormányzatnak ennek az anyagnak a megtárgyalását, napi rendetűzését és véleményezését, ebből az összegző véleményből pedig majd a tulajdonosi közgyűlésen válik az anyag véglegessé. Úgyhogy tudom, hogy már van település, aki ezt megtárgyalt, ami Matágyők és Görbázés és a többiek is. Tehát így október talán eleje, inkább közepe az az időszak, amikor ez az anyag véglegesítésre kerülhet. Ez a véglegesítéshez és a mi testületi döntésünk kialakításához a szakmai bizottságok álláspontja is hozzájárul. Megtárgyalták a bizottságaink, és a bizottsági elnöket kérem a vélemény ismertetésére. Elsőként a pénzügyi és gazdasági bizottságot. Bizottságunk megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja a P-Tegis Non-Profit ZRT stratégiai tervét 2018-2023 közötti munkaközi anyagára.
Köszönöm szépen a Humánfelök és Ügyleni Bizottság elnöke, aki az idősi tanács álláspontját is ismerteti. Tisztelt képviselő testület, a bizottságülésünk előtt volt egy-két órával, tegnap egy órától volt a idősügyi tanács ülése, és az idősügyi tanácsot mindig is nagyon érdekelt az, hogy milyen az egészségügy helyzete polgáron, és ebbe nagyon nagy szerepet játszik a járóbeteg szakrendelőnk. El kell mondani, hogy nagyon-nagyon sok hozzászólás nem volt. Ennek alapvetően az az oka, hogy a járóbeteg szakellátó munkáját minden évben tárgyalja, minden évben értékeli a képviselőtestület, így természetesen az idősügyi tanács is. Na most ez ugye a mai téma, tehát ez a napi rend, ez lényegesen több volt, mint egy egyéves beszámoló, vagy egy egyéves tájékoztató a munkáról, hanem itt egy stratégiai terv megtárgyalása volt, mégpedig egy 5 évre szóló terv, és az idősügyi tanácsnak az a véleménye, hogy jó kezekben van a járóbeteg szakellátó, jó kezekben van úgy, mint annak az intézménynek az irányítója, vagy irányítása. Jó kezekben van, mert olyan orvosok vannak, akikre lehet számítani, megfelelően fogadják és gyógyítják a betegeket. És jó kezekben van, mert 8 önkormányzat birtokába, tulajdonába, működtetésébe van. Ezt még nem államosította az állam. Örüljünk neki, mert így mi vagyunk a gazdája, és mi tudjuk a legjobban, hogy mi szükséges a polgári embereknek, meg a Újtikosi, Tiszagyulaházi, nem sorolom azt a 8 önkormányzatot, ahol akik működtetik ezt az intézményt. Örömmel állapították meg azt is, hogy miután tájékoztatást kaptak polgármester úrtól, részben a vezérigazgató asszony is jelezte, hogy kinőtték a létesítményt, és szükség volna olyan helyiségre, amivel a tevékenység további, illetve hát a működés további feltételei még jobbak legyenek. Éppen ezért szó volt arról, hogy a polgármester úr tájékoztatásában, hogy a védőnői szolgálat elhelyezése, amennyiben sikerül, elhelyezése kerül, ami jelenleg ugye az intézményben működik, és ha ez sikerül, akkor a járóbeteg szakellátó további lehetőségeket kap. Szó volt a várakozási időről, természetesen itt megnyugtató válaszokat kaptak a idősügyi tanács tagjai, mert, mint ahogy a vezérigazgató asszony elmondta, jó néhány területen csökkenhet ez a várakozási idő. Tulajdonképpen ezekről a dolgokról volt alapvetően szó. Összességében az idősügyi tanács, még egyszer mondom, elismerését fejezte ki a járóbeteg szakellátó tevékenységéért. Ezt követte ugye a bizottsági ülés. A bizottsági ülésen szinte ugyanezek a dolgok elhangzottak. Ezen túl még szó volt arról, hogy ugye növekvő bérigény van természetesen az ott dolgozók részéről. Növekvő bérigény van az ott dolgozó orvosok részéről. Növekvő bérigény van, ami természetes, mert ezeknek az orvosoknak a nagy része természetesen vállalkozásba végzi ezt a munkát, és bizony nem könnyű dolog, nincs könnyű helyzetbe a vezetés, az intézmény vezetés, mert minden egyes orvossal külön-külön kell megállapodni, külön-külön kell rövidebb, hosszabb időre biztosítani az ellátást, és bizony az természetes dolog, hogy mindenki nagyobb bérigénnyel jelentkezik. Mint ahogy elmondta a vezérigazgató asszony, olyan is van, aki 8 éve
mióta tulajdonképpen az intézmény működik, még soha nem jelentkezett igényel, ilyen igényel, és természetesen vannak olyanok is, akik minden évben jelentkeznek. Úgyhogy nem, egyáltalán nem könnyű ezt a munkát végezni. A másik dolog, amit megállapíthattunk, a bizottság megállapította, örömmel vette, hogy, hogy azokban a pontokban, amelyekre a stratégia épül, azokban a dolgokban nagy odafigyelés van, a működéshez szükséges tárgyi, technikai feltételek, nagyértékű gépek, berendezések folyamatos karbantartására, valamint ugye 5 évre előre vetítve tervet kell készíteni azoknak a berendezéseknek a 5 éves javítására, megfelelő karbantartására. Azt is megállapítottuk, és szintén örömmel vette a bizottság, hogy szól a beszámoló, és a vezérigazgató asszony is beszélt arról, hogy az adósság visszafizetése még a vártnál is, ha sikerül, még hamarabb időben történt, de 2022-re mindenképpen visszafizetésre kerül. Végeredményben ezek voltak azok a legfontosabb dolgok, amelyek a bizottság ülésen elhangzottak, úgyhogy összessége a bizottság elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek is a Pétegisz ZRT 2018-23 közötti stratégiai tervét. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Rátérünk a napirendi pont vitájára. Akinek kérdése van, kérem, jelezze. Igen, dr. Hatvani Zsolt képviselőtársunk, kér szót. Tegnap a bizottság ülésen elhangzottak a konkrétumok is ezzel a várakozási idővel kapcsolatban, hogyha lehetne a lakosságot, biztos ez nagyon érdekli, hogy mely szakoknál és milyen csökkenés várható a várakozási idő. Köszönöm. Köszönöm. Összegyűjtenénk a kérdéseket, és azt követően egy együttes válaszadásra kerülne sor. További kérdéseket képviselőtársaim részéről. Igen, Olaj József képviselőtársunk, kérsz. Igaz, hogy most jutott-e hozzám, az megerősítve, mert korábban évvel is volt arról szó, és biztonsági ülésen én sem vetettem fel, de most fölvetem, hogy volt arra igény, hogy adott esetben ilyen betegszállítói feladat ellátására, akár vállalkozási formában, akár egyébben, vagy az intézmény keresztül, hisz ugye helyben is ugye nagyon sok olyan idős beteg van, aki a családtagja nem mindig tudja rá rendelkezésre állni, hogy felhozza a járóbeteg szakellátóba, akár délután, akár délelőtt, vagy stb., hogy nem lehetne arról abba gondolkodni, hogy lehetne abba esetleg előrelépni, tervezni, hogy így helybe, vagy illetve Szikos Gyulaháza, szűkrepülő társaságok, hogy így mondjam, hogy egy ilyen betegszállító jármű vagy működne, hogyha akik nem tudnak, hogy a saját hivájukon kívül és a családi környezetesen áll mindig rendelkezésre, adott esetben a betegnek a felhozata és az követő a kezelés után való visszaszállítása. Köszönöm szépen. Köszönöm. További kérdés esetleg még bárki részéről? Nem, a kérdéseket lezárjuk, válaszadásra kérem Kis Ilona vezérigazgatót. Köszönöm szépen a kérdéseket. Valóban ez az a terület, a várakozási idő mértéke, ami a betegeknél legelőször szembe tűnik, amikor szakrendeléseinket igénybe kívánják venni. Sajnos országos átlagot meghaladó mértékű a kardiológia vonatkozásában ez a várakozási idő, de az utóbbi időben sikerült különböző technikákkal ezeket az időszakokat mérsékelni. Megvizsgáltuk azt, hogy milyen okok azok, amelyek a várakozási időt növelik. Első okként említhetjük azt, hogy az óraszámunk kevés. Ez irányban, ahogyan említettem, a stratégia tartalmaz egy kapacitás bővítési igényt, amit most fogunk előkészíteni, illetve már zajlik ennek az előkészítése. És hát a következő a beteg útja, hogy milyen módon kerül be a rendszerbe. E tekintetben
kértük a házi orvosokat, hogy először a belgyógyászatra küldjék a beteget, hogy ott az alapvizsgálatok megtörténjenek, és már csak az abszolút szakmaspecifikus vizsgálatok jelenjenek meg a kardiológián, hogy ezt a terhet mérsékeljük, kvázi több beteget tudjunk ellátni az adott időben. Ezt megvizsgáltuk, ennek a kérésünknek többnyire a házi orvosok eleget tesznek. Következő kérdés, ami fölmerült bennünk, az az volt, hogy vajon az előjegyzett betegek, akik a betegirányítóban megkapták az adott időpontot, milyen arányban jönnek el a szakrendelésre. És itt tapasztaltunk egy nagyon meglepő adatot, intézményi szinten ez 18%. Ez a mérték, ez egy átlagos mérték, ettől magasabb a kardiológián ez az arány. Nyilván ennek több oka van, hogy miért nem jön el az adott időpontra a beteg. Számos oka lehet, de hogyha a beteg minket valamilyen módon tájékoztatna arról, hogy nem tud eljönni a szakrendelésre, akkor az a hely fölszabadulna a másik beteg társa számára. Nyilván ezt nem tudjuk elvárni minden betegtől, hogy ezt a telefonhívást megtegye, így aztán mi magunk kezdeményeztük ezt a beszélgetést. Gyakorlatilag a rendelést megelőző munkanapon kifejezetten a kardiológiára értem ezt, fölhívjuk a betegeinket, hogy a következő napi rendelése el tud-e jönni. Emlékszik-e rá, hogy van időpontja. Illetve még egy bankkártya méretű kis kártyát is osztogatunk a betegeinknek, amire gyakorlatilag emlékeztetőként föl tudja írni az időpontját. Már most ezek a beavatkozások jelentős mértékű csökkenést eredményeztek, közel 50%-kal tudtuk csökkenteni a várakozási időt ilyen módon. Természetesen ez nem megoldása a rendszernek, hogy személyes telefonokat bonyolítunk le. Tervezzük elektronikai úton, informatikai úton ennek a rendszernek a kiépítését. A másik kérdés Olaj Józseftől érkezett. Képviselő úr, a betegszállítási kérdéseket már feszegette korábban is valóban. Azt tudom mondani, hogy az önkormányzatok többsége megszervezi jelenleg is a lakosságnak a bejutását a szakrendelőbe. Tikos, Gyulaháza és Tiszadob is, illetve még Folyás is az, aki bejutatja. Újszentmargitáról is esetenként így érkeznek a betegeink. Tudomásom szerint Polgáron is működik olyan jellegű segítség, ami erre megoldás. Ugyanakkor a betegszállítás, mint NEAK által finanszírozott szolgáltatás, annak megvannak a működési feltételei, finanszírozási feltételei, illetve hát kapacitási korlátai. Úgyhogy e tekintetben én azt gondolom, a települési önkormányzatok mindegyike már megtette, amit megtehetett. A lakosság ismeri ezt az utat, hogy milyen módon kaphat ez irányú segítséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják a választ. Köszönöm szépen. Rátérünk a véleményekre, észrevételekre, javaslatokra vagy megfontolásokra, akinek tehát ilyen szándéka van az anyag vitájában, kérem jelezze. Igen, 60-i Zsolt képviselőtársunk következik. Én nagyon okosnak és nagyon jónak látom ezt a telefonon való értesítést, mert a szó az megragad, pláne egy előző napi értesítés. Az interneten vagy elektronikai úton történt, ma már
Hát főleg idősebb emberek járnak, akik nem annyira értenek, lehet, hogy nincs számítógépük se, azt se tudják, hogy hogy kell kezelni. Tehát én sokkal jobbnak tartom. Tudom, lehet, hogy költségesebb, mert a telefon az pénzbe kerül, az internet meg nem. Tehát ez egy nagyon okos kezdeményezés, és hogyha ennek ilyen eredménye van, akkor ezt folytatni kell. Köszönöm. Köszönöm. További vélemény? Kíván-e még valaki a vitában részt venni, véleményt mondani? Nem, én magam is rövid leszek. Én úgy ítélem meg, folyamatosan az önkormányzatot képviselve a tulajdonosi közösségben, hogy jó helyen van ez a szakrendőr az önkormányzatoknál. És azt is gondolnám, hogy a jövőben ennek a stratégiának a mentén is ez látszik, hogyha nem lesz olyan kormányzati direktíva vagy intézkedés, amely egy jogszabállyal elveszi ezt az önkormányzatoktól, illetve amíg ebben a tevékenységben a LOEP általi finanszírozás nem tesz olyan különbségeket, mint más közszolgáltatás területén tapasztalunk. Itt hál' Istennek ilyet kevésbé érzékelünk, nem igaz ez mondjuk a hulladékszolgáltatásra és a vízszolgáltatásra például. Oktatásra, az előttünk van még minden téma, amit itt felemlítettem. Addig én azt gondolom, hogy van annak jelentősége, hogy a települések vezetői testületei, mint tulajdonosok befolyással bírnak az intézményben a történésekre. Hogy mit csinál, milyen módon, és milyen új igények vetődnek fel ezen a területen, és erre sokkal inkább alkalmas egy, majdnem azt mondtam, hogy testközelben lévő, de talán ez is nem képzavar, a gyógyításhoz közel álló, azokról pontos napi információkkal rendelkező döntéshozói szintek, az a települési képviselőtestületek. És azt nagyon fontosnak tartom, hogy bár nem mindig voltak vitamentes közgyűléseink, de mégis együtt maradt ez a 8 település. Voltak, akik ebben az ügy fontossága érdekében, vagy azt felismerve, hogy ez mennyire szükséges a térségnek, többet vállaltak, mint a mások, ebben nem magunkat említsem, hanem Tiszadobot, és azt is remélem, hogy akik ezt eddig nem így tették, de felismerték, hogy ez működőképes, mint ahogy elmondta a vezérigazgató, finanszírozható. Voltak ebben korábban félelmeink, nekem is, hogy hogyan lehet majd ezt fenntartani. És az a menedzsment, azt az elvárást, amely úgy fogalmazható meg, hogy a tulajdonosok hagyják a szakmát dolgozni, egy feltétel, egy kérés van, hogy lehetőleg ezt magas színvonalon és egy vállalható önkormányzati működési támogatás közepette tegyék. Vállalható. És ebben a dologban ez az elvárás teljesült, és már az előző év is és az ez év is olyan állapotokat hozott, hogy a tulajdonos önkormányzatoknak működési támogatásban ezt a létesítményt, az intézményt nem kellett részesítenie. Ez a kívánatos, bár hozzáteszem, ha ez nem így lenne, akkor is addig a mértékig, amelyet mi tudunk, és érdekünk szerinti vállaltuk korábban is, és véletlenül a jövőben is. Bár hozzá kell tenni, hogy ez a 8 önkormányzat nem egyforma lehetőségekkel bír, és azt is el kell itt mondani magunk között, még a nagy nyilvánosság közepette is, hogy már ez az intézmény polgáron van, ebben nekünk nagyobb szerepünk és felelősségünk is van, hogy működőképes legyen. És a többiek ebben a korrekt partnert látják bennünket, akkor ők ehhez kapcsolódnak és tudunk jól együtt működni. És azt remélem, hogy az egyetlen egy inkább problémás fenntartásokkal lévő település is annak leginkább vezetője el tudja azt majd fogadni, hogy ez a közösség érték és együtt kell működnünk ebben. Ugye ilyen gondolatokkal és reményekkel teszem majd fel szavazásra és remélt támogatásra ezt az előterjesztés, hogy ezeket a gondolatokat tudjam vinni tovább a tulajdonosi gyűlésre, és el tudjuk fogadni majd ezt a stratégiát. Döntés előtt kérdezem még a vezérigazgatót, hogy kíván-e valamit szólni, nem? Akkor döntéshozatal kezdeményezek. Aki a Pétegisz Nonprofit ZRT stratégiai tervét 2023-ig szól ez, elfogadja, támogatja, kérem készfelüléssel szavazon erről. Egyhangúnak látom, ellene tartózkodó szavazat nem volt, megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 fő támogató szavazattal elfogadta a tervet. Köszönjük szépen, és vezérigazgatót elengedjük a Görbázi önkormányzati testületülésre.
Tisztelt képviselőtestület, folytatjuk a munkát. A eredetileg második napirendi pontként tervezett előterjesztés tárgyalással térünk rá. Ez tájékoztató a Hajdúböszöni Tankerületi Központ 2017-18 év tanévben végzett tevékenységéről. Tisztelettel köszöntöm körünkben Bene Lászlóné intézményvezető, és kérem meg intézményvezető azt mondja, hogy foglaljon helyet a tárgyalóasztalnál. Ennek az előterjesztésnek polgármester az előterjesztője, előkészítője pedig a hozzánk érkezett anyag figyelembevételével, amelyet Bene Lászlóné intézményvezetőtől és Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgatótól kaptunk. Dr. Ványi Antal Mária címzetes főjegyző és az ő munkáját segítő Makó Sándorné vezető főtanácsos volt. Megtárgyalt és véleményezte a Humánfaluk és Ügyrendi Bizottság. Előterjesztőként egy rövid felvezetővel indítanám a napirendi pont megtárgyalását. Ugye a tájékoztató ennek az anyagnak a műfaja, nem beszámoló, tájékoztatást kérhetünk attól, aki nem a mi fenntartásunk, hatáskörünk, befolyásunk alatt lévő intézmény. Az általános iskola kikerült ebből a törvényi, jogszabályi változások figyelembevételével egészségre. Így a mi munkatervünkbe, mint tájékoztató került be a tankerületi központ tevékenysége, és ezen belül kifejezetten a polgári általános iskola tevékenysége. Ezt az anyagot hivatalos megkeresésben kértük a tankerületi központtól, és kaptuk időben az elvárt módon az anyagnak két mellékletét, amelyet egyfelől az általános iskola intézmény vezetője jegyezt, Bene Lászlóné, aki az intézményről, Tóth Lajos Árpád pedig a tankerületről adott tájékoztatást. Természetesen vártuk, meghívtuk a mai ülésünkre Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgatót is, de más elfoglaltsága miatt ezen az ülésen ő nem tudott részt venni, így talán az általános iskola életéről a legpontosabb, hitelesebb információkat Bene Lászlóné intézményvezető fogja majd velünk megosztani. Ezt az előterjesztést, mint ahogy mondtam, megtárgyalta a Humánfaluk és Ügyrendi Bizottság is, de mielőtt a bizottsági álláspont ismertetése kerülne, megkérdezem Bene Lászlónét, hogy kíván egy szóbeli felvezetést, bármilyen kiegészítést tenni. Nem? Akkor maradnak majd a kérdések és a vélemények. Így meghallgatjuk a Humánfaluk és Ügyrendi Bizottság álláspontját. Stuba József. Tisztelt képviselőtestület! Ez is egy olyan előterjesztés, meg olyan téma, amit a képviselőtestület minden évben tárgyal, minden évben véleményez. És az előző napirend kapcsán jó dolgokat mondhattunk, sőt elmondhattuk azt, hogy abban a stratégiai tervben, amit most elfogadtunk, abban kedvező változások is lehetnek. Hát sajnos ebben a témakörben ezt nem mondhatjuk el. A beszámoló, amit az intézményvezető asszony készített, legalábbis, bocsánat, tájékoztató elnézést, a tájékoztató, nagyon őszintén fogalmaz, és felsorolja azokat a körülményeket, ami miatt azt állapíthatjuk meg, hogy rohamosan csökken a tanulói létszám. Erre egy példa, az elmúlt 8 évben a 677-ről 482-re csökkent a tanulói létszám, tehát rendkívül magas, közel 200 gyermek került ki a mi iskola padjainkon kívülre, és ez olyan problémákat vet föl, amit feltétlenül orvosolni kellene minél hamarabb, mert ez a rohamos tanulólétszám csökkentés, ez következménye bizonyos dolgoknak. És alapvetően azt állapíthatta meg a bizottság, erről tárgyaltunk bizony hosszasan, majdnem másfél órás vita volt erről, hogy alapvetően az okok között
A tanulói magatartás, a tanulói viselkedés, a tanulói összetétel. És természetesen ugye nem maradjunk a tanulóknál, mert a tanulók otthonról jönnek az iskolába. Alapvetően az a szülői magatartás az okozója ennek a kialakult helyzetnek, és akkor itt mondhatom a hiányzást, ami egekbe verő, mondhatom a magatartási mutatókat, mondhatom a tanulmányi eredmény rohamos csökkenése. Ez mind annak következménye, ahogy fogalmaz az előterjesztő, az intézményvezető asszony is, hogy gyenge tanulmányi eredmény a sikertelenség oka, a tanulók motivációjának a hiánya, a családból hozott alacsony neveltségi szint, a szabálytudat hiánya, a szülői érdektelenség és a szociális kultúra hiánya. Ezek olyan súlyos szavak és olyan súlyos mondatok, aminek minden egyes szónak, majdnem minden betűnek jelentősége van. Tehát itt állunk most, és ez a tájékoztató is mindenképpen arra figyelmeztet, vagy ösztönöz bennünket, hogy valamit tenni kellene. Igen, ugye, ha mi hatáskörünk, vagy mi lehetőségeink volnának, ha mi kezünkbe volna az iskola, akkor azt mondanánk, hogy na, ilyen és ilyen stratégiai tervet dolgozunk ki, igaz, hogy néhány év kell hozzá, de ezt meg ezt meg ezt kell tenni. Sajnos ugye nem nálunk, nem a mi kezelésünkbe, mi működtetésünkbe van az intézmény, tehát nem tudunk más mondani, mint azt, hogy akkor, amikor államosították az iskolát, akkor egész más ígéret volt. Az volt a lényege ennek az ígéretnek, hogy azért szükséges az államosítás, hogy Sopronba, Győrbe, meg Nyírábrányba, meg Martonfalván is ugyanolyan feltételek legyenek az iskola működtetésébe, és ezért kell államosítani. Hát ez egy nagy hazugság. Tehát ebből a világon semmi nem valósult meg. Mi valósult meg? Az valósult meg, amiről itt ez a tájékoztató beszámol. Hogy egyre romlik a körülmény, egyre romlik az intézményben járó gyerekek eredménye, magatartása, szorgalma. Rengeteget tehetnének természetesen a szülők azért, hogy ez megállítható, vagy legalábbis csökkenthető legyen, de ez az érdektelenség és ez a hozzáállás, ami a szülők részéről is van, ez egyszerűen minősíthetetlen, és nem csoda, legyünk őszinték, hát nem csoda, hogyha azok a szülők, akik igényesebbek, és azt várják, hogy a gyerekből majd legyen valami, azok a szülők nem hozzák a polgári iskolába a gyerekeiket, hanem mindent elkövetnek, néha látom, erőn felül túlvállalva anyagi körülményeket is, inkább máshol viszik el a gyereket, mert itt nem megoldott a problémájuk. Tehát ezekről a dolgokról beszéltünk a bizottság ülésen, és azzal teljesen természetes, hogy mindenki egyetértett, hogy valamit tenni kell, de ebben a dologban nagyon összehangolt és nagyon komoly tennivalók vannak. Ebben az önkormányzat azt gondolom, hogy magában van, nem tud olyan mértékben beavatkozni, mint amilyen mértékben szükséges volna, vagy kellene. Tehát ez volt a lényege a bizottsági ülésnek és a bizottsági véleménynek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az előterjesztés vitáját megnyitom. A kérdések felvetése, megfogalmazása következő. Akinek kérdése van, kérem, jelezze. Kérdést nem látok. Vélemények, észrevételek, javaslatok.
Igen, 60-i Zsolt képviselőtársunk kell. Én ezt tegnap is a bizottsági ülésén elmondtam, hogy a polgári nevelő testület, pedagógus testületet nagyon jónak tartom. Ugye a legkisebb gyerekem az itt végzett, sőt mind a három gyerek végsősön itt végzett a polgári iskolába, csak a legkisebb gyerekről az merült fel az, hogy mikor innen elkerült gimnáziumba, azt mondta, hogy ez a polgári iskola talán a legjobb az összes többi iskola közül, mert ő neki ott a gimnáziumban szinte semmit nem kell tanulni, olyan eredményeket hozott, és olyan úgy felkészítették. Én nekem a véleményem az, hogy ha a szülői támogatás nincs meg, akkor ma a pedagógus teljesen tehetetlen. Hiába van ragyogó pedagógiai felkészültség, hiába van egy iskolában mindenféle adottság, technikai berendezés. Én nekem ez a véleményem, a szülőt nem érdekli a gyerek, akkor a gyereket abszolút nem fogja érdekelni, hogy ő ott az iskolában milyen eredményt ér el. Én amikor jártam, mondjuk persze ez már gimnázium és nem elemiskola, ahol könnyen azt mondták az embernek, hogy hát nem tudom, akkor menj el. De abba az iskolába csak a szülői igazolást fogadták el, akár betegség, akár ha a szülő nem írta, nem fogadtak el, vihetett az ember akármilyen orvosi igazolást. A legnagyobb, legfontosabb volt a kontaktus a szülő és a pedagógusok között. Ha ez ma nincs meg, én sajnos nem sok jót tudok mondani. Én elhiszem azt is, hogy a szülők azok fáradtak, esetleg sokat dolgoznak, és nem foglalkoznak annyira a gyerekkel, bár azt mondják, hogy a legjobb befektetés az a gyerek, hogyha azt tanul és eredményeket ér el. Én úgy látom, hogy sajnos akik ténylegesen tanulni szeretnének, akik később haladni akarnak, azok a gyerekek innen elkerülnek, akik szülők érdeklik, hogy a gyerekükből mi legyen, azok elviszik a gyerekeiket az esetleg itt fennálló körülmények miatt. Köszönöm. Köszönöm. További véleményeket várunk, gyűjtünk össze. Volár János alpolgármester úr készült. Én sokáig tipróltam, hogy szóljak-e ezzel, hogy ne szóljak, de mert ugye alapvetően egy olyan napirend van az asztalon, amiben nem igazán sok a mi tennivalónk, nem igazán tudunk mit hozzátenni. Egyetértek azzal, amit a bizottság elnöke elmondott, hogy problémák vannak, és ebbe valamit tenni kell, de én nem tologatnám a felelősségét, hogy kinek mi a dolga. Én azt mondom, hogy valamit tenni kell, valamit kezdeni kell, ha ilyen súlyos a probléma. Mert gondoljon csak bele, az a gyerek, hogy mikor kikerül a tankötelezettségi korból, az ide jön a mi nyakunkra. Azzal, az utána már, ha kikerül az iskolából, csak felejteni fog. És a mi bajunk gyűlik vele. Tehát én azt mondom, hogy itt az államnak, az önkormányzatnak, a civil szervezeteknek itt egyszer csak egy teljesen kötetlenül le kellene ülni, hogy na mit lehet tenni, mert ez így tovább nem mehet. Ez olyan súlyos problémává válhat, ami későbbiek során akár robbanáshoz is vezethet. Tehát ebbe záros határidőn belül az érintett, akik ebbe érintettek, most nem tudom megmondani, ne kérjétek tőlem, hogy kik ebbe érintettek, de az önkormányzat, az állam, a illetékes civil szervezetek egészen biztos, ebben valamit ki kell találni és tenni kell. Biztos, hogy vannak módszerek, nem akarok most itt ötletelni, hogy milyen lehetőségek lennének a szülői felelősség, a társadalmi együttélés szabályainak a megtanítása, erősítése, meg egyéb ilyen dolgok, de ebbe, ha most nem lépünk, akkor 5 év múlva, 10 év múlva lehet, hogy már felesleges. Köszönöm szépen. Köszönöm. További vélemények. Kívánna még valaki a vitában részt venni? Magam is szólnék nem túl hosszan. Ugye, amikor polgáriak számunkra
fontosságról beszélünk, de talán igaz ez nagyobb kiterjesztésben is. Biztos, hogy a egészségügy mellett ott van az oktatás is, mint a legfontosabb dolog. Az egyik az a napjainkat érinti részben a jövőnket, a másik kifejezetten a jövőnket, az oktatás, a jövő generáció, hogy hova fejlődik és mit tud majd a következőkben megtenni. És itt a hozzászólók is, és nyilván az anyag is a polgári általános iskoláról beszélt, hogy ott milyen tapasztalások vannak, de azt biztosan el lehet fogadni, hogy nem egy önmagában lévő szigetként létezik, él, működik jól vagy rosszul, avval oktatási szereplőkkel, szülőkkel, gyerekekkel és pedagógusokkal. Én ennek egy tágabb kitekintést adnék, és emlékszem, hogy soha nem volt ideális és tökéletes állapot, még a helyi oktatás szintjén sem. Akkor sem, amikor kisváros iskola modell volt, akkor sem, amikor intézményenként küzdött fenntartó és fenntartott intézmény, házi rendel, meg szakmai programmal, meg iskola igazgatói kinevezéssel, meg sok minden mással. És amikor egy új fejezet kezdődött, ez talán 2011-12-ben datálható, hogy ez a rendszer így nem jó, ettől van vagy lehet jobb, amely finanszírozható, és egyébként, mint ahogy Stuba József is megfogalmazta, megtartja az esélyeket, és közelebb hozza az oktatást, és sikeresebben, hatékonyabban működik. Voltak már akkor is fenntartások, én is most nem az iskoláról, hanem az egészről, nagy egészről beszélek, amit megéltünk, amelynek része egyébként a mi általános iskolánk is. És hát az a nagyjából 5-6 év már kellő tapasztalatokat jelent, országos szinten is, és egyébként az intézményi tájékoztatóban, vagy nevezük beszámolnak az a neve, de mi tájékoztatót kérhetünk, abban mutatott adatokként is, akár a tanulói létszámot, akár a tanulmányi eredményeket, akár az iskola belső hangulatát, viszonyait és szülői minősítését, mert ez talán az egyik legfontosabb illeti. És hogy ne csak arról beszéljek, hogy ez valami különleges jelenség, amit polgáron az általános iskolában tapasztalunk, ennek legyen egy hitelt érdemlő dokumentum a meghivatkozása, amikor mérték 5-6 éves tapasztalat alapján magyarországi oktatási rendszerek eredményeit, soha korábban nem volt olyan rossz, mint ami ebben az 5-6 évben. Soha. Nem voltak ilyen gyengék a magyar diákok, a gyerekeknek a természettudományban, a szövegértésben és minden más fontosságban az eredményei. Soha nem volt ilyen, a legfontosabb eredmény nem jött ki. Nem pénzről beszélünk, meg pedagógus létszámról, arról, hogy mi jött ki az iskolából. És igazából azt is látjuk a számokból, hogy aki nem jár iskolába, abból véletlenül tudjuk, hogy mi lesz. Annak a sorsa megpecsételődött. Aki kikerül ebből a rendszerből, és azt látjuk az elmúlt években, tömegesen estek ki az iskolarendszerből olyanok, akik a mi fiataljaink, akik a jövő generációit jelentik majd. És hogy jó voltak ki azok a döntések, amelyeket 5-6 évvel ezelőtt meghozott bizonyára jó szándékkal a kormányzat, hogy a tankötelezettségi kort például 16 évre szállították le, egyértelműen látszik a számukból, hogy nem, ez egy hibás döntés volt. Az volt a fő indok, olvasom itt egy tanulmányban, hogy felesleges a rendszerben tartani azokat erővel is, akik nem akarnak tanulni. Azt mondták erre, hogy a lényegében a lemond az állam arról rétegről, amely gyakorlatilag értelmezhető képzettség és végzettség nélkül kikerül a munkaerőpiacra. Bocsánat, nem a munkaerőpiacra kerül ki, hanem az utcára, a légüres térbe, a semmibe, a kilátástalanságba. És az 5 év alatti számok azt mutatják, ez igaz a mi intézményünkre, és országos számot is hagy tudjak mondani, nem vagyunk ebben mi különlegesek, hogy még 6 évvel ezelőtt, aki a 16 éves korát meghaladta, és még bent lehetne a rendszerben, amikor ez nem volt ez a tankötelezettségi kor leszállítva 16-ra, 98%-a bent volt a rendszerben. Most ez nem érje el a 85%-ot, most 5 év alapján. Egyértelműen hibás az, hogy ez lehet a megoldás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, egy gazdasági elemzés meg azt mondja, hogy többen mennek nyugdíjba, mint akik bejönnek az elsődleges munkaerőpiacra, képzettséggel és használható tudással. Ezért ez már az egész gazdaságnak egy hiányt, munkaerő, képzett munkaerő hiányt jelent. Vagy a durvább megfogalmazás, éppen ránéztem a tegnapi hírekre, amely azt írja le, hogy ma sajnos az iskolából kikerülők, vagy mondhatnánk egyenes
lépcsőjeként. Az elsődleges munkaerő piacra kerülőknek 25%-a funkcionális analfabéta. Funkcionális analfabéta. Nem lehet vele semmit kezdeni egy elsődleges munkaerőpiacon. Azért nem, mert nincs, nem érti a szövegnek a tartalmát, mondják ezt szövegértésnek hívják, azért, mert az alapvető számolási, alapműveleti készségei nincsenek meg, mondhatja, nem tud összeadni, meg kivonni, vagy szorozni. Így az világos, hogy 5-6 év után látszik, hogy ez változtatást kér. Változtatást igényel. Tegnap a bizottság is elég szigorúan mondtam, hogy az látszik, hogy ez az elképzelés nem hozta a hozzáfűzött reményeket, mondhatnám, hogy becsődölt. De ha ez igaz, akkor ki az, aki ennek ki kéne mondani, hogy fel kéne ismerni, be kellene vallani, hogy gyerünk, változtatni kell ezen, mert nem jó. Azt gondolná az ember, hogy ennek a legfontosabb szereplője az oktatás, politika, az oktatás szakma, szakemberek teszik meg, az oktatási szereplők teszik meg ezt. És nem, az hallgat. Az hallgat. Aki megszólal ebben, kérem, nem is értem, a Gyáriparisok Szövetsége, értem én ezt, hogy miért, elő kell ezt készíteni, ami azt mondja, hogy ne engedjék a jövőben a középiskolába azt, akinek alapvető szövegértési és számolási készségei hiányoznak. Egyet lehet vele érteni. De miért nem azt mondja ki ezt egyébként, aki erre leginkább kompetens? Azt mondja ez a javaslat, hogy változást kell tenni a rendszerbe, hogy kötelező vizsgához kötnék azt, hogy valaki általános iskolai 8 általánossal rendelkezik, amikor kikerül rendszerből. Ha valami mélyről legyen már. Hiszen a következő napi rendi pontot tárgyuk, amikor meg azt mondja majd a középiskola, hogy kérem, hát olyan anyagot kapok, amelynek újra kell tanítani az ABC-t, most kisarkítottam persze. És persze hozzáteszik azt is, hogy a Gyáriparosok Szövetsége vissza kell állítani a tankötelezettség 16-ról 18 évre. Az a baj, és itt, ha ebből azt csengenek ki, hogy én a pedagógusokat, azokat, akik a nemzet napszámosai bírálnám, nem. Én a rendszer felé fogalmazok meg, a rendszert befolyásolni képesek felé fogalmazok meg elvárást, kérést. A tanárok ma ilyen magányos donkihőteként küzdenek és küzdködnek egy rossz rendszerbe. Ez egy idézet, amit átvettem egy anyagból, és ezzel együtt a számok is azt mutatják, hogy esett, csökkent a pedagógus pálya presztízse, elfogy az utánpótlás, nem kívánnak már pedagógusnak menni a fiatalok, akiknek ezt talán legszebb szakmát korábban választották, és nincsenek fiatal tanárok, mennek kifelé a rendszerben. Polgáron is és máshol is igaz ez. Ezek mind olyan figyelmeztető jelek, ami miatt ez a probléma nem elhallgatást, hanem megoldást kíván. Akár társadalmi egyeztetés, hogy merre menjünk, hogy ne ennek valamiféle politikai értékrendbeli választás legyen, hisz az egész jövőjéről van szó az országnak, amikor az oktatásról beszélünk. Ma azt látom, hogy és talán ez lehet a mi feladatunk, akiknek most önkormányzati képviselőként, helyi közeli szereplőként nem kell amiatt aggódnia, remélem, hogy nem kell, hogy bátran elmerik mondani az őszinte véleményt, a kritikát, el kell mondanunk azok helyett, akik nem tehetik meg, nem tehetik meg a függőségi rendszerben lévő pedagógusok, ha valakik tudják, hogy ez a kritika nem kedves, hogyha megfogalmazzák annak, akitől ők függnek, hogy nem igénylik a jó szándékú javaslatokat, a jobbító véleményt, mert ha ők megteszik, emiatt nem dicséret kapnak. Akkor tegyük mi, meg mi. Én ezt megteszem, és minden fórumon hangoztatom, és ez nem a pedagógusoknak szól, hanem egy olyan rendszernek, amely megítélésem szerint tévúton jár, és vissza kell hozni ezt a normalitás pályájára. Ezért én azt gondolom, hogyha valaki majd azt mondja, hogy nem kellene ilyen hangot megütni, meg azt mondja, de igen, kellenek legalább, akik ilyen, hát, jó értelemben bátraként megmerik fogalmazni, mert hogy csak a elhallgatás, a belehallgatás, a beletörődés lesz tudva azt, hogy azért mégsem jó ez a rendszer, akkor az rossz felé viszi ennek az országnak a sorsát. És őszintén szóval nagy szavakat mondok, de ez már nem rólunk fog szólni, hanem az oktatás az nem egy-két évre szól, hanem évtizedekre szól, amikor bármilyen eleméhez hozzányúlunk, legyen ez a tankötelezettség, iskolaválasztás, finanszírozás, sorolhatnám. Úgyhogy ilyen gondolatokkal, azt gondolom, hogy borzasztóan fontos, hogy ezt a témát idehoztuk, és nagyon hálás vagyok, hogy a mi pedagógusaink ezt a feladatot még végzik, és biztosan nem
pusztán csak azért, mert ebből élnek, hanem mert ők is tudják, hogy neki küldetésük van a mi gyerekeink vonatkozásába, és szeretném itt akár mindannyiunk nevében is, ha tolmácsolná az intézmény vezetője, hogy elismerésünk, és azt kívánjuk, hogy akiknek ebben dolgon ismerjék fel, hogy szükséges változtatni, határozzák meg jó a változások irányát, hogy legyen ebből egy jobb oktatási rendszer, aminek a kimenetei adatai nem azokat hozzák, mint az előbb említett vagy meghivatkozott országos szintű jelenség. És ezen belül persze vannak olyan dolgok, amely intézményen belül eldőlhet, ahhoz pedig azt mondjuk, hogy támogatást adunk, biztatást adunk, még ha nincs is hozzá hatáskörünk, hogy tegyék jól, amit tehetnek ezen szűk mesdjén belül a mi pedagógusaink és az intézményeink. Ilyen gondolatokkal szerettem volna én hozzájárulni ehhez a borzasztóan fontos, nagyon fontos témához, és azt remélem, hogy fogunk majd talán később, a következő évben vagy években pozitív irányú változásokról is, kedvező benyomásokról is országos és helyi szinten is tudni majd beszélni. A napirendi pont zárásaként, mert az így illik és így korrekt, hogyha intézményvezető asszonynak bármilyen gondolata megfogalmazódott, véleménye, akár az elhangzottakkal összefüggésben, vagy attól elvonatkoztatva is, akkor kérem, hogy tegye meg. Tisztelt képviselőtestület! Én azt gondolom, hogy amit elhangzott, azért arra reagálnék, mert a iskolában a feltételek úgymond adottak. Az államosításnak nem a, tehát a tanulók magatartása, az nem az államosítás következménye, ezzel így nem értek egyet, hiszen ezt otthonról hozza a gyermek, és tapasztalunk olyat a mi iskolánkban is, hogy a tanulót nem is tudjuk, hogy most kinek, vagy tanulóról kinek küldjünk értesítést, mert hogy hol az anyukánál lakik, hol a nagymamánál lakik, tehát onnét hozza magával azokat a viselkedési formákat, hogy egyáltalán a körülményei nem rendezettek. Finanszírozással nem volt gond, hiszen minden, amit igénylünk, azt megkapjuk, és most is folyik infrastruktúrális beruházása a Móricz úti iskolába, tehát én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az államosításnak a következménye ez, ami most fennáll. Én annyit tudok mondani, hogy nem mindig lehet megtenni mindent, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet, és mi ezért dolgozunk, mint pedagógusok. Ez Betlen Gábortól van ez idézet, ezt valljuk. Ezzel indítottuk most ezt a tanévet, hogy nekünk a kötelességünk az, hogy amit meg lehet tenni, azt meg kell tenni. De hogy mindent nem tudunk megtenni, az is biztos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki esetleg döntéshozatal előtt szólni? Nem, akkor a döntéshozatalt kezdeményezem. Előttünk álló anyag arra vonatkozik, hogy azt a tájékoztatót, amit az iskola életéről, illetve a tankerület tevékenységéről kaptunk, a képviselőtestület megismerte és tudomásul vevőleg szavazatával is megerősítette, jóváhagyta. Aki ebben tehát így egyetért, kérem készülnéssel szavazon erről. Egyhangúnak látom, ellene tartózkodó szavazat nem volt, megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 támogató szavazattal elfogadta a tájékoztatót. Köszönjük szépen intézményvezető asszonynak, hogy rendelkezésünkre állt. Ha van ideje, akkor örömmel vennénk a maradna, esetleg még a második napi rendi pont kapcsán, amelyik pont az, a középfokú intézménynek a tájékoztatóját jelenti, de ha más dolgon azt megértjük. Rátérünk a 3-as számú napi rendi pontra, amely a Berettyóújfűj Szakképzési Centrum, József Attila Gimnázium, szakgimnázium és szakképzési iskolája 2017-18-as tanévi tevékenységéről szól. Tisztelettel köszöntöm körünkben Stubáné Fenyves Anita tagintézményvezetőt, kérem, hogy foglaljon helyet a tárgyalóasztalnál. Ezt az előterjesztést a polgármester nyújtotta be előkészítésében. Kértünk és kaptunk anyagot a Berettyóújfűj Szakképzési Centrum tagintézményétől. Ezt az anyagot az előterjesztés mellékleteként, mint értékelő beszámoló csatoltuk. Az előkészítésben segítségemre volt dr. Vány Antal már a címzetes főjegyző és Makó Sándorné vezető tanácsos. Ezt az előterjesztést a Humánfatik és Ügyneti Bizottság is megtárgyalta. Kérdezem a vendégünket, Stubáné Fenyves Anitát, kíván-e szóbeli felvezetés, pontosítást, kiegészítést tenni az által elkészített anyaghoz? Nem. Akkor a bizottsági álláspont ismertetésére kerül sor. A Humánfatik és Ügyneti Bizottság elnök és Tuba Józsefet kérem. Tisztelt képviselőtestület ülés! A bizottság ülésen az általános iskola után tárgyaltuk természetesen, mint ahogy most is a középiskolának a
tájékoztatóját, és hát más nem tudott megállapítani a bizottság, mint az, hogy az általános iskolai helyzet egyenes következménye, és nem csak az általános iskolai helyzet, tehát nem csak az iskoláról lévén szó, hanem arról a társadalmi helyzetről, arról a szülői magatartásról, arról a összes körülményről, ami oda vezet, hogy a középiskola is rendkívül nagy problémákkal küzd. Rendkívül nagy problémákkal küzd. Nehezen tud beindítani egy évet, mert borzasztó nehéz lassan már tanárt, vagy szakoktatóról nem beszélve találni. Nehezen tudja beindítani az évet, mert nincsenek gyerekek. De legalábbis nincsenek olyan gyerekek, akik alkalmasak volnának arra, hogy középiskola vagy középszinten tanuljanak. Ugye gimnáziumot már nem indítunk, mert arra, mint láttuk a általános iskola beszámolójában is, 9 gyermek végzett polgáron, illetve a végzősök közül összesen 9 gyermek jelentkezett általán, vagy a gimnáziumban. Hogy felvette őket, vagy nem, azt nem tudom. De ugye a középiskolának olyan emberanyaggal kell dolgozni, amilyet kap az általános iskolától. És bizony azt kell mondani, hogy a beszámoló is hűen tükrözi, le van írva, hogy rendkívül nagy problémákkal küzd. Ott is megtesznek mindent a tanárok, az iskola vezetése mindent elkövet annak érdekében, hogy minél újabb formákat, minél kecsegtetőbb körülményeket teremtsen meg annak érdekében, hogy ne csökkenjen az iskolai tanulók létszáma, hogy tudjanak indítani szakmákat, csoportokat, és szakgimnáziumot, de rendkívül nehéz körülmények közt kell ezt a munkát is végezni. Hát ebből adódnak természetesen azok a körülmények, meg eredmények, amelyről a beszámoló szerepel. Tehát itt is a nevelők mindent megtesznek, én úgy látom, de hát ugye kapott anyagból dolgozik a középiskola is. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottsági álláspont ismertetését, és a előterjesztés tárgyalás vitájára térünk rá. Akinek kérdése van, kérem, jelezze. Kérdést nem látok. Még gondolkodnak képviselőtársaim. Egyet szeretnék, hogyha kérdezhetnék és választ is kaphatnék. Ugye ahhoz az időszakhoz képest is, amikor átadtuk először nyilván a tankerületnek, és azt követően ment tovább a Nemzetgazdasági Minisztérium felé az ő fenntartásában lévő Berettyújfalubar kihelyezett, vagy ott eldöntött képzési centrumhoz az intézményünk, ami tegnap szembesültem, ahol már nem igaz, mert más intézmény alá, vagy más minisztérium alá tartozik az intézmény. Akkor abban a helyzetben lévő szakmai struktúrához, képzési szinthez és tanulói létszámhoz illeszkedő intézményhálózatot is átadtunk a feladattal. Az elmúlt években, ennek már most néhány év tapasztalata van, és látjuk a számokból, hogy ez a tanulói létszám ahhoz képest is jelentősen csökkent. Az az intézmény által használt háttér, vagy önkormányzati tulajdon, egy része némi vita után visszakerült hozzánk, ez a Móricz úti intézmény, de a kérdésem arra irányul, hogy ez a jelenlegi 166 fős állomány nappali tagozaton lévő létszám, nem beleértve most nyilván a más egyéb esti és felnőtt képzést, indokolta és szükséges a hosszú távon, hogy ennyi intézményi felületet használjon, vegyen igénybe. Jelesül a Kisernő úti intézmény maga, a Baronkovics téri valamikori zárdaépület teljessége, és a Széchenyi úti valamikori napközinek a teljessége. Mondom ezt egy nagyon egyszerű szám összevetésben, hogy amikor ez
mert eleink helyesen ismerték fel. Ez a gimnázium létrejött, a gimnázium egységeiben összességében több tanuló volt, mint most, amiről beszélek a három intézményen összesen. Én emlékeim szerint a négy tanulói osztály két évfolyammal 220-240 fős tanulói létszám volt. Most 166-60, nem az intézményben, hanem ahhoz kapcsolódó másik két intézményben. Ezért arra irányul a kérdésem, hogy mi is tudjunk tervezni, hogy mit gondol erről a képzőintézmény, ha van erre saját akaratú véleménye, vagy a képzési központtól tudunk-e olyan információt, amely ennek a helyzetnek az újragondolása, konkrétan és nevezetesen a meglevő tanulói létszámhoz illeszkedő intézményi háttérigénybevételét veti föl. De még a kérdéseket nem lezárva, hát ha keletkezett további kérdés. A kérdés az érthető volt. Igen. Akkor kapjunk egy választ, amit lehetséges. Köszönöm a kérdést, tisztelt képviselőtestület. Igen, ezek tények, hogy csökkent a tanuló létszámunk, és ennek tudatában szervezzük az oktatást. Jelenleg a Kiserni úton és a Barankovics téren szinte valamennyi tantermet használunk, nyilván a csoportbontások miatt. Kevésbé kihasznált a Széchenyi úti épületünk. Jelenleg a szakképzési hétprogram van ott minden nap, ez 17 főt jelent, illetve minden héten, egy napon a tanéterem és a tankonyha összesen egy olyan 50 főt foglalkoztat. Tervbe van a tankonyhának és a tanéteremnek az áttelepítése a Kiserni úti konyha helyiségbe. Sajnos annak olyan az állapota, hogy átalakításra szorul, hogy tanműhelyként funkcionáljon. Mi ezt már felterjesztettük a centrum felé is, mint tagintézmény. A centrumtól még választ nem kaptunk, ők is a minisztériumtól várják a választ. Nyilván annak a függvénye, tehát az a minisztériumnak az álláspontja, hogy attól nem lesz egy iskolának több tanulója, hogy szép lesz, esztétikus lesz, és korszerű lesz. Tehát várják a produktumokat, tehát például mennyi pincér és szakás tanult tudunk a munkaerőpiacra bocsátani, hogy lássák, hogy igenis megéri arra fordítani forrásokat. Hát például a végzős tanulóig most a szakács pincér tanulók esetében 3 szakács és 4 pincér a lemorzsoldás következtében. És tudjuk, hogy nem biztos, hogy minden tanuló mehet szakmai vizsgára, tehát olyan képességűek. Például tavaly 5 pincértanulónk végzett, a szakácsok közül pedig sajnos mindenki elvégzett a szakmai vizsgán, nem tudták a központírásbeli tevékenységet teljesíteni. Innentől kezdve ezekkel az eredményekkel nem kaptunk támogató választ, hogy ezt az átalakítást, ami közel egy ilyen 2-3 millió forint összeg lehetett volna, hogy ezt megkapjuk. Tehát most bízunk benne, hogy ezt meg tudjuk lépni, hisz nekünk is sokkal kevesebb lenne a költség, tehát költséghatékonyság szempontjából, illetve helykihasználás szempontjából is. Jobb lenne, ha 2 épületben lennének a tanulóink. Nagyon nagy gondot jelent az áttanítás, tehát a pedagógusok óraközi szünetekbe ingáznak, és hát egy 10 perces szünet bizony nagyon sok esetben nem elég arra, hogy átérjenek, és ugye ez már bomlasztja az órakezdést, és ez nem jó sem a tanulóknak, és sem a pedagógusoknak, tehát igyekszünk azon lenni, hogy ez megvalósuljon. Köszönöm. Ez az egy kérdés hangzott el. Ez számomra azt jelenti, hogy kell egyeztetnünk a jövőben arról, hogy ez az intézményi szükséglet, ha valóban így módosul, akkor esetleg ez a Széchenyi úti ingatlan visszakerül, jön az önkormányzat használatába tulajdona mellett is. Ez nekünk jelent majd feladatot. Ennek akkor, ha én jól gondolom, a következő 1-2 éven belül a realitása bekövetkezhet. Tehát mi ezt támogatjuk, szükség lenne rá, tehát az intézmény részéről mi ezt tudnánk támogatni, hogy visszaadjuk, tehát a másik 2 épületben el tudjuk helyezni a tanulókat, tehát meg tudjuk oldani az oktatást. Köszönöm, így értettem én is. Véleményekre, javaslatokra, észrevételekre térünk át. Igen, 60-i Zsolt képviselőtársunk kér szót.
magamban gondoltam, hogy bár tudnék javaslatot tenni. De nem igazán, nem értem a mai fiatalokat. Ha azt olvassuk, hogy a Balatonon nem találni soha egyetlen egy szakácsot se, itt van egy ragyogó szakácsképzéskola például. Nem lehet találni, nincs elég hegesztő, nincs kőműves, nincs semmi, nincs ipari, a gyáriparok is azért szeretnék, hogy neki kellene a munkaerő, vagy, és nincsenek. Nem értem, nem akarnak, nem akar semmi lenni, csak a közmunkát akarják csinálni. Hát ez egy tragédia, persze, ez majdnem úgy mondanám, hogy amilyen az adjon Isten, olyan fogja Isten, tehát amilyen tanból vagy hallgatók jönnek a nyolcadik után, hát hogyha nem képesek egy felmérő dolgozatot a nyolcadikba elvégezni, hát akkor hogy fogja a gimnáziumba, vagy a szakközépiskolába, vagy a szakmunkásba, vagy szakmunkást, mindegy, már én már megmaradok a régi rendszerbe, tehát hogy fogja azt elvégezni? De én ugyanakkor a legszuperebb telefonokkal bütykölik éjjel-nappal a telefont, 10-szer annyit értenek hozzá, mint én. Ezt lehet, hogy én nekem nem tudom, én milyen diplom vagy valami, és mégis, mert az érdekli. Egyszerűen, de abból nem fog tudni megélni. Szóval én nem értem, hogy nincs, aki ösztönözze őket arra, hogy hát gyerekem, hát valamiből meg kéne élned. Vagy a színvonal, az ilyen kevés elég nekik. Köszönöm. Köszönöm. További vélemények? Kívánna még valaki véleményt mondani? Hát én fogok, mert úgysem tudom magamba tartani. Hát 22-én volt múlt hét szombaton az elszármazottak találkozója, és nagyon sok olyan fiatal vagy már középkorhoz tartozó polgárról elszármazott jött haza, akik megtalálták a boldogulást, egzisztenciájuk van, stabil megélhetésük van. És ennek oka, előzménye vagy feltétel, hogy olyan tudással, olyan képességekkel indultak el ebből a városból, aminek segítségével oda jutottak. Döntő többségük a polgári József Attila gimnáziumban indult. Itt szerezték meg az alapokat. És hát a beszélgetés kihozta, hogy mi történt ebben az országban, mi történt ebben az oktatási rendszerben, mi történt a nagyhírű József Attila gimnáziumban. Meg kell majd ezt írnunk valamikor, hogy milyen hatások és milyen intézkedési befolyások hozták azt, hogy ma azt mondjuk, hogy azon kesergünk, hogy gimnáziumi képzés nincs, van egy szűkített, nem szakgimnázium, szakmunkás képzés, ne legyünk azért ennyire megengedők, amely részben találkozik a munkaerőpiaci elvárásokkal, az igényekkel, és a piaci szereplők meg azt mondják, hogy kérem, akiket pedig elsődleges munkaerőpiacra a képzés kienged, azok nem nagyon értenek semmihez velük, ott kell majd megtanítani azt. És ennek a mi számunkra fontos, kedves intézménynek a történetét majd biztos megírják valamikor, de az utolsó éveit is. Azért azt hozzá kell tenni, és itt megint csak, melyik ha emiatt majd bírálatot kapok, rendszerkritikát kell mondanom, hogy volt olyan időszak, amikor a szükséglet azt hozta, hogy ezt a gimnáziumot ne gimnáziumként tekintsük csak, hanem nyissuk ki a kapuit, legyen ez egy szakképzés irányával is megerősített, Kovács István és Samula, és emlékszünk rá az időszakra, és akkor ennek az intézménynek 650 tanulói létszáma is volt. Akkor egyébként nem azért jött ez a vonulat, mert mi azt tudtuk, hogy most frankó szakképzésre alapozott az itteni körülmény, hanem akkor a finanszírozás, az intézményben mi minden gyereket, polgárit és nem polgárit, emlékszem rá, hogy nem elmentek a polgári szakképző intézményből, a gimnáziumban és szakiskolából, hanem Csátról, meg Kesznyétől, meg nem is tudom, hogy honnan jöttek ide. Akkor az volt a helyzet, hogy a finanszírozás ezt hozta létre, de hozzá kell tennem, ez az én önző megközelítésem, hogy amikor ez profiltiszta gimnáziumból a szükségek körülmények közepette alakult át gimnázium és szakképző intézményé, vélhetően onnan datálható az, amiben most találtuk magunkat. Mert ugye 2010 után egy kormányzati akarat azt mondta, hogy kérem,
szakmunkásokra van szükségünk. Mi a fenének ez a sok érettségzett ember, akinek nincsen szakmája, és a kormányzat szakképzést akart. Ezért azokat az intézményeket, amelyeknél szakképzés volt, és gimnáziumi képzés is, eltolta egy gazdasági fennhatóság alá, a Nemzetgazdasági Minisztérium alá, azt most nagy nem mondja, hogy milyen kacskaringók után, de oda tette, és ott már egyértelmű, hogy a szakképzés az elvárás az, hogy szakemberképzést csináljon, és ne olyan gimnáziumi képzést, amely érettségit adva egy továbbtanulást, egy felsőfokú oktatási intézménybe való jutást és diplomaszerzést segítene. Ebben a helyzetbe került a Polgári Orsati Gimnáziummal együtt jó néhány gimnázium még, amely nem tudta a gimnáziumi státuszát megtartani és azt gimnáziumként működtetni, hanem a szakgimnázium és a szakképzés irányába tolta ez a kormányzati akarat. Emlékszem rá, volt, aki ezt talán 7-8 évvel ezelőtt felismerte, és azt mondta, hogy ő ebből intézményvezetőként nem kér. Vajda Lászlónak hívták. Ő azt látta, hogy ennek mi lesz a kimenetele. Ezen az asztalon elég egyértelműen fogalmazta azt meg, hogyha ez az irány megy, akkor itt a gimnázium befejezheti tevékenység, és bármennyire tettek meg óriási erőfeszítést annak idején a mi pedagógusaink, a gimnáziumi tanárok, hogy próbálják a gimnáziumi létszámot tartani, ez amikor kimondatott, ez a dolog eldőlt. És nem azon múlott már csupán, hogy mennyit sikerül az iskoláról, a környező településeken szépet jót mondani, hogy gyertek ide a gimnáziumba, hiszen már mindenkiben benne volt, hogy ebből már csak legfeljebb egy gimnáziumi papír lesz, amelyet ha valaki megszerez, akkor avval ő középiskolai, vagy bocsánat, felsőfokú intézményben nem tud bejutni. Ha én meg fogom kérdezni azt, hogy hány szakgimnáziumot végzett, került diploma közelébe, vagy felsőfokú intézménybe, akkor nem nagyot tévednék, hogy ez alacsony szám lesz, vagy a nullához közelít. Hiszen vele kimondta az a politika, hogy kérem, szakmunkásokra van szükség. Találkozott-e ez egyébként az iskola igénybevők, vagy a családoknak a szándékával, akik a gyerekükből akartak valamit? Nem. Ők ezt nem így látták, ezért nyilván a szakgimnáziumi részt, a szakképzést nem is fogadták el. Ezért vannak ilyen beiskolázási problémák. Mert egyébként nem kellett volna ahhoz nagy tudást tenni, csak bizonyos kutatásokat alapul venni, amellyel azt lehet hitelt érdemlően kimondani, hogy Magyarországon egy valós általános műveltséggel, egy gimnázium érettségével sokkal könnyebb boldogulni, ami mögött tudás van, az elsődleges munkaerőpiacon, mert azonnal megvannak azok a készségek, képességek, amivel ott tudják használni, esetleg egy gyors szakmai átképzéssel, mint egyébként egy ilyen szakgimnázium, vagy éppen szakképző intézményben bejáratott, vagy kijáratott néhány év alatt egy olyan papírral, amelyre rá van írva, hogy ez a szakmához ért, de az elsődleges munkaerőpiac ezt nem így értékeli. Úgyhogy ebben most mondhatnánk azt, hogy hátradőlve, tegnap is erről beszéltem, hogy hát nincs ebben nekünk dolgunk. Nincs ebben se fenntartói, se üzemeltetői feladatunk, de mégis szomorú az ember és kesereg azon, hogy egy ilyen közösségnek az, hogy itt milyen munkaerőpiaci igények vannak, és ehhez hogy tud befolyással lenni a szakképző intézménybe lévő történésekhez, nagyon vékony, vagy mondhatnám, semmilyen közünk nincsen. Összességében is én azt gondolnám, hogy amíg ennek az oktatásnak a rendszerét nem a tudományos akadémia és a hozzáértő oktatási szakemberek viszik, hanem a kamara virtuóza határozza meg az oktatáspolitika irányát, az nem jó. Majd ebben is talán ébresztő lesz, és amíg nem lesz olyan képzés, amely valós tudással segíti az elsődleges munkaerőpiacot, addig valóban az lesz, amire 60 Zsolt is utalt, közmunka, vagy éppen még ahhoz képest más is. Pedig nekünk most azt kell, hogy mondjam, szükségünk lenne jól képzett fiatalokra, szakemberekre, akik a informatikai ismeretekkel, nyelvismeretekkel és valós tudással, a valós tudást megelőző általános műveltséggel, természettudományi ismeretekkel, azokkal, amiket általános iskolában, középiskolában megtanultunk, azok kellenek ahhoz, hogy egyáltalán egy bármilyen feladatot megértsen, amit el kell majd végezni egy szalag mellett vagy egy gép mellett. TVK, beruházások, kérik, igénylik a képzett munkaerőt, van,
létszám van, tudás nincs mögötte. De mondhatnám, akár a környékbeli nagyobb városokat, a saját ipari parkunk is ilyen problémákkal küzd. De mondhatnám a nyíregyházi Legótól a debreceni BMW-n át, vagy éppen a Bost és a miskolci céget is, hogyha ebben nem lesz valamilyen olyan hatékony beavatkozás, akkor ennek az országnak a gazdasági teljesítményének a visszafogója a munkaerő, képzett munkaerő hiánya lesz. Hogy ebben aztán mit lehet tenni, de ezt a kesergést mégiscsak kibeszéltem legalább magamból, még nyilvánosan is. Biztos, hogy lehet jó néhány elemével vitatkozni, és még egyet hozzá kell tennem. Amit mi polgáriak vagy a környéken élők azért nem könnyen élünk meg. Az, hogy ennek a gimnáziumnak és a gimnáziumi képzésnek, magának a képzésnek volt egy olyan szerepe, hogy azoknak is esélyt adott, akik elmaradott térségen, szegény településen, talán nehezebb sorsú családok gyerekeiként élték. És hogy nekik a tudáshoz való jutást ez a rendszer nem könnyíti, hanem inkább nehezíti, akkor mi nagy hibát követünk el, mert olyan tehetséges, ambiciózus, jóra való, de szerényebb körülmények között élő, nevelkedő családok gyerekeitől veszük el a jövőt és a boldogulást, ami meg megint csak a tehetségekkel való rossz gazdálkodás, a rossz sáfárkodás jelenti. Minél inkább közelebb kell vinni a tudás megszerzésének a lehetőségét azoknak, akik erre nyitottak és fordulókészek, nem elvinni megyeszékhelyre, vagy nem elvinni a fővárosba, és aki mondjuk a Dante utca végén születik, és hogyha nincs itt a helyben, vagy belérhető távolságban neki oktatás, a szülei pedig nincsenek olyan helyzetben, hogy ezt neki megfinanszírozzák, akár tandíjjal, akár oktatáson, akkor azt szerintem pazarlás a tehetségeinkkel. A Polgári József Attila gimnázium és szakképzőnek ez volt az elmúlt évtizedekben a legnagyobb előnye és küldetése, hogy Tisza Gyula házától, Újtikoson, Csegén és egyeken át polgáron, azoknak, akikről én beszéltem az előbb az osztálytalálkozón, azoknak a 40-eseknek, 50-eseknek adta a lehetőséget. És ezt most nem látom, hogy így megtörténne. Ilyen gondolatokkal szeretném zárni is, és megköszönni az anyagot. Nincsenek könnyű helyzetben, mint ahogy Benené is elmondta, teszik, amit tenniük lehet, bizonyos korlátok között, bizonyos kompromisszumokkal, és itt is azt kell mondjam, hogy nem bátornak kell lenni, hanem megmaradni pedagógusnak, a bátrak nekünk kell lenni, akiknek ezt van jogunk, és talán lehetőségünk is megfogalmazni, hogy mi az, ami nem tökéletesen működik. Jó szándékkal jelezni, hogy ezen kéne változtatni, és reméljük, hogy meghallják majd azok, akik ezeket a tapasztalásokat messzi íróasztalok mellett talán nem így látják, és csak bizonyos politikai irány és oktatási koncepcióknak való megfelelés alapján végzik a munkájukat. Hát ez egy elég szerencsétlen mondat volt, de ebben zárnám. Döntéshozatal előtt, ha van valami észrevétel. Tisztelt képviselőtestület, kérdezem, hogy kíván-e valaki szólni még. Igen, Oláh József képviselőtársunk. Hosszú ideig gondolkodtam, hogy valójában milyen gondolatokkal próbáljam azt ezt a sajnálatos dolgot megközelíteni. Végighallgatva, hogy mind a két intézmény tájékoztatóját, végighallgatva hozzászólásokat a bizottság részéről, a polgármester részéről, és ugye arra az elhatározás jutottam, hogy elemeznünk kellene a dolgokat amellett, hogy minden tisztelet és elismerés a pedagógusoknak úgy a általános iskola, mint a középiskolai szinten, de valahogy az értékrendünkből talán kifelejtjük azt, hogy ha megvizsgáljuk a hozzánk közel álló településünket, és javasolnám, igaz, én nem vagyok tájékozott, de lehet az intézményvezető tájékozottuk, hogy olyan, mint Tiszavasvári, vagy Hajdúnálás, vagy Hajdúböszörmény, vagy Balmazújváros, vagy Tiszaújváros, hogy küzdenek-e ilyen problémákkal, vagy nem. És azt is megvizsgálom, hogy ez nagy hírű József Attila gimnázium, ami tényleg komoly múltra tekint vissza, és én nekem is vérzik a szívem, mikor azon voltunk mindig, hogy olyan kiemelkedő szintű oktatási rendszerbe dolgozott a rendszerváltás után, és hogy tényleg ide figyelt ránk a fél ország, jöttek hozzánk különböző tanulmányokra, példaként voltunk, hogy az elmúlt időszak, a generációknak a kimulása, a gyermekszületések, hogy egyre több lett ugye, a hátrányos és halmozottan hátrányos családokból származó gyermeknek ugye, az iskolába, óvodába, bölcsődébe, illetve bölcsődéből óvodába, általános iskolába, gimnáziumba történő beiskolázása.
és mikor a Benéni intézményvezető azt is elmondta, hogy egyszerűen nem vevők a szülők ahhoz, arra, hogy gyakorlatilag az intézmény pedagógusát, vagy az vezetőivel, partnerként legyenek a saját gyermekük életével, érdekükbe, tanulásával, viselkedéssel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a mi esetünkben, a mi városunkban, innen sajnos kellemetlen, és el kell mondani, hogy abban a helyzetben kerülünk, ha megnézik a születési számokat, a halmozottan hátrányos, a hátrányos és a rendes családokból, hát sajnos egyre több, és nem várhatunk olyan szintű előrelépést, hogy megfeszülnek a pedagógusaink, hogy megfeszülünk az önkormányzat mindenkori képviselőtestülete, ha nem kapunk, vagy nem kap az intézmény olyan emberanyagot, vagy tanulóanyagot, akinek olyan a családi háttere, amely őt is érdekli, a gyermekének a sorsa. De addig még a családi háttér nem annyira háttér, hogy a úgynevezett születési háttér valósul meg, hogy nem a létszám az korlátlan idéző ebbe bizonyos körbe, még más körbe, meg ugye körültekintően tervezik a családot. Tehát én személy szerint ugye mindenki érti, hogy mire akarok kitérni, és hát gyakorlatilag nekünk egy áldozatuk vagyunk ebben a dologban, mert ha megnézzük néhány Görbeházát, megnézzük Újtikos vagy más településeinket, ilyen gondokkal nem küzdenek, és kénytelenek a polgári szülők ebbe a körbe vinni a gyermeket. Tehát nem csak a középiskolás gyermekeket viszik el Tiszaújvárosba, vagy Böszörménybe, vagy Nálásra, hanem már az általános iskolásokat is, az 1-4 osztály kiviszi például Újtikosra, ha jól tudom, a 4 és 8 az viszont Görbeházára, mert ott van egy ilyen együttműködési megállapodás, mert azt mondja, hogy nem a pedagógusokkal van a probléma, hanem azokkal a családokból levő gyermekek viselkedésével, tanulási szintjével, akivel jár a gyerek. És a gyermek viszont könnyen lesz gyermeket, adott gyermekeket, akik ugye tanulni akarnak, meg fejlődni akarnak, meg fegyelmezettek, stb. Lehúzza arra a szintre, és a szülő, aki felelősség teljesen gondolkodik, azt mondja, kiemelem ebből a körből, nem a pedagógus miatt, a nevelő miatt, hanem abban a körből, akik egyre többen vannak, akiket nem érdekli a szülőt se, és azáltal a gyermeket sem az oktatás. Tehát nekünk ez istenverése, csapása, elnézés a kifejezésé, hogy ilyen helyzetünk, és én megítélésem szerint belátható időn belül nem fogunk tudni ebből a csapdából kimászni. Tehát azért mondom, minden tiszteletem és elismerésem a pedagógusoknak minden szinten, de ha megfeszülnek, se fognak tudni változtatni, és mi se. És nem az a alapvető kérdés megítélésem szerint, hogy mostan ki a gazdája, hogy most önkormányzati fenntartás alatt működik a helyesen az oktatási intézmény, hogy államosított az iskola. Tehát a gyermek összetétel nem attól függ, hogy ki a fenntartó megítélésem szerint. Tehát én ezt sokáig gondolkodtam, elmondjam, de hát a magunk megnyugtatása és úgymond kicsit rávilágítva a valóságra, kerülgetjük adott esetben a bizottsági szinten is, meg testületi szinten is, mint úgymond macska forrókását, tehát én ebbe látom a problémát, és hosszú időn keresztül még a hátrányos és halmozott hátrányos szülőktől levő gyerekek többen vannak, mint a másik részről, addig nekünk esélyünk nem fog lenni, ki tudjunk ebből a helyzetből lábon. Köszönöm szépen. Köszönöm. További vélemény esetleg. Döntő többségével egyetértek a megközelítés, amelyik esetenként ilyen furmányos és, hogy mondjam, nem konkrétságában megfogott problémát vetették fel, de avval azért talán nem teljesen értek egyet, hogy nincs köze az iskolákon belüli történésekhez, jelesül akár hiányzáshoz, akár a teljesítményhez, sok minden máshoz, hogy az önkormányzatnak van-e fenntartóként vagy üzemeltetőként szerepe. Nagyon egyszerű összevetést hagy villancsak fel. Voltak problémák mindig iskolába járással. Voltak korábban is, akik elvitték valami miatt munkahelyen. De össze lehet vetni azt az időszakot, amikor az önkormányzati fenntartásban működtek az intézmények, és az elmúlt 6 évet, amikor nem önkormányzati fenntartásban működtek. Kérdezem, vagy visszakérdezem, melyik időszakban volt több
egyébként a polgárról hiányzó iskolai, középiskolai létszám. Én ezt meg tudom mondani, most sokkal több, akik elvittek. De lehet, hogy ez csak a véletlen műve. Nekem meg csak az a bajom, hogy az, amit itt elkesergünk mi is, és a város lakók is jó szándékkal, hol alacsonyabb vérmérséklettel, máskor még vehemensen, azt első szándékkal a város vezető testületén, képviselőkön és polgármesterén kérik számon, amelyben őnekik nem kell, hogy olyan tudásuk legyen, amit mi meg tudunk, hogy nincs közünk az iskolához, sem fenntartóként, sem üzemeltetőként. Legfeljebb ilyen fórumokon jó szándékkal bekiabálhatunk, hogy szerintünk mit kéne tenni. Hogy mi a megoldás? Ez egy nagyon nehéz kérdés, nem is fogom tudni én megmondani. Talán annyi, ami bennem biztosan úgy munkál, hogy arra kell törekedni, arra kell rábírni, felismertetni, megnyerni, ösztönözni azokat, akikről most beszéltek kimondva vagy kimondatlanul, akik nem a normalitás és nem a polgári nagy átlag, a polgárok közösségének a írott és íratlan szabályai szerint élnek, szülnek, nevelnek gyerekeket és családot, hogy az a normális, hogyha ehhez tartoztok. Arra kell kérni, arra kell rábírni őket, hogy ezt, ha már ők nem is annyira, de a gyerekeik ezt már fogadják, hogy mik azok a szabályok, amivel a másikat tisztelni kell, hogy egyébként hogyan kell viselkedni, és ezek nem a feltétlen a törvények, ezek annyira egyszerű mondások, amelyek az embereknek a döntő többségében benne van. És észre sem veszük, mert ha így élnek, akkor azt elfogadjuk. Az viszont nagyon kirívó, amikor ezzel ellentéteset tapasztalunk, aki ezeket a normalitásokat vagy nem is ismeri, vagy ha ismeri, nem hajlandó elfogadni és betartani. Polgáron erre gondolnám én az irányt vinni, és azt talán remélhetem, hogy akikről itt beszélünk, hogy nem renitensek, hanem kilógók vagy szabályszegők, azok nem úgy születtek. Véletlenül ez a közeg tette azzá. Véletlenül az a családi háttérben születtek. Az a szélső utca és az a nyomor és az elmaradottság, ami. És hogyha ezen tudunk majd segíteni, akkor azt feltételezem, hogy az a utánunk jövő generáció, akkor ebben már másképpen lesz. Ha mi nem növeljük az előítéleteket, ha nem növeljük a kirekesztést, az elkülönülést, hanem ezt már a gyerekek egyébként, akik a óviban, meg az iskolában nem úgy élik meg, mint ahogy mi most erről beszélünk, akkor majd úgy lassan eljön az idő, amikor természetes lesz az, hogy egyébként normális az a cigány gyerek is ugyan, mint a magyar gyerek, és hajlandó vagyok akár egy partba is ülni vele, mert semmiben másban nem különbözik, talán egy picit a lárnyaltabb a bőre, vagy nehezebb sorsból jön. És azok, ebből akarnak kilépni, mert tudok sokat ilyet, hogy akar boldogulni, tisztességesen nevelni gyerek. Hát mekkora hátrány ez a társadalmi előjel, hogy neked azért nem megy olyan jól, és azért van fenntartásom, mert te roma vagy. Pedig neki többet kéne azért, többet is kell tennie, hogy elfogadja az a nagy átlag, ami van. És ez egy nem túl fel, ez egy nem igazságos dolog. Ezért én ezt a vonalat látom, és nem az, hogy most akkor valamilyen drasztikus módszere, vagy valamilyen csodavárással tegyünk. Ez egy hosszú, talán évtizedekre szóló munka, de nem nagyon látok más lehetőséget ezen az úton arra szólni. És hogy ezeket legalább már felismertük, vagy elmondtuk, akkor talán egy picit tettünk azért, hogy ez a település, amit mi akarunk, hogy egy biztonságos, normális, szerethető legyen, ahol az itt élők elfogadják egymást, a különbözőségük ellenére is tisztelik egymást, attól függetlenül, hogy valaki roma, vagy nem, szegény, vagy gazdag, vagy sorolhatná még a különbözőségeinket. Hát ide születtünk, ide adta jó Isten a létünket, aki itt akar maradni, annak itt kell boldogulni, aki meg elmegy, mert máshol találja meg a boldogulást, azt meg el kell fogadnunk, hogy ő is meghozta a saját személyes egyéni döntését. Zárjuk le. Lesz még evel dolgunk nekünk, amikor... Igen, valószínűleg azt követik, de most, igen, Anita szeretne, no, parancsolj. Reagálni, hogy országosan is ez a helyzet, tehát kevesebb a gyermek, centrum szintjén is látjuk ezt, a centrumban 13 tagintézmény vagyunk, és nem mi vagyunk az egyedüliek, hanem rajtunk kívül még 4 tagintézmény nem tudott szakgimnáziumi képzést beindítani,
Látszik a beszámolóban is, hogy most megszámoltam, 13 településen folytattunk be iskolázást, szülőértekezleteken, osztályfőnöki órákon, tehát én azt gondolom, hogy ezek a számok mutatják, hogy mi mindent megteszünk. Észszerű határokon belül, tehát egy 40 kilométeres körzetben minden települést felkeresünk. Szeretnék egy konkrét példát mondani. Tavaly Tiszacsegén jó magam vettem részt egy szülőértekezleten, és a 38-os tanulóra 18 középiskola volt igazgatója, akik beiskoláztak. Tehát, ha csak matematikailag szétosztjuk, még két gyerek sem jutott egy iskolára, és a szomszéd településen lévő ötvös gimnázium is megjelent ezeken a beiskolázási szülőértekezleteken. Korábban ők soha sem voltak beiskolázni, Polgáron is eddig tudja, hogy soha nem jöttek el. Nem volt rá szüksége, mert annyi gyerek volt. Küzd a gimnáziumi tanulókért, úgyhogy én azt gondolom, hogy mi tesszük a dolgunkat, és bízunk abban, hogy fennmarad az intézményünk. Köszönöm. Döntés volt csak annyit, hogy mi magunk is ismerve a érvényes jogszabályokat, abban vagyunk érdekeltek, hogy minél jobban, még ha küzdködve is kevesebb sikerélménnyel is, de mégiscsak működjön létezen az iskola, és amire itt szükség van a város lakói, családjai, gyereki számára, vagy a környék lakóinak gyerekei számára, azt mindig kell próbálja az intézmény teljesíteni. Hát akkor ezen gondolat, akkor lezárjuk a napirendi pontot, és aki ezt a tájékoztatót, amelyet kaptunk, megismerve azt elfogadja, és szavázatával is jóvá hagyja, kérem készüléssel jelezze. Egy hangulat látom, ellene tartózkodó szavazat nem volt, megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 támogató szavazattal elfogadta. Köszönöm szépen Stubáné Fenyves Anitának, hogy állt rendelkezésünkre, és jó kívánságunk és üdvözletünket a tanárika részére, kívülről is továbbítsa az intézményen belülre. 4 óra van, és egy technikai szünettel folytatjuk a munkát, egy 10 perc múlva folytatjuk.